Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy őrült taxis. Mi az, hogy taxis? Azt hittem, hogy repülünk. Persze, hogy repülünk. Emléltem, mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor? Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hill Valley-be. Délután 4 óra 29 perckor. Október 21-én, méghozzá 2015-ben. 2015-ben? Akkor ez most a jövő? Miről beszélsz, Marty? Mi az, hogy ez most a jövő? Jennifer... Nem is tudom, hogy magyarázzam el, de mi most egy időgépben ülünk. És most 2015 van. 2015. október 21-e. Most szerdán egy nagyon fontos évfordulóhoz érkezünk, mert hogy Marty McFly szerintem sokaknak mond. Valamit ez a név. Marty McFly és Doki, ugye a Visszajövőbe című film második részében pontosan 2015. október 21-ébe szalad bele. Vagyis ők, amikor elindulnak 1985-ből, akkor 30 évet mennek előre ugye az időben, és megérkeznek 2015. október 21-én a jövőbe. És egy csomó dolog van, amiről azt gondolták a készítők 1985-ben, hogy ez 30 év múlva már a realitás lesz, és bizony repülőautók és önbefűző cipők között fogunk majd száguldozni. És... próbáltam én is így visszagondolni, hogy mi volt ebben a filmben, és azt kellene megnézni, hogy mi az, ami végül összejött, és mi az, amiben igazuk lett, mert hogy két nap múlva van ez a nagyon fontos dátum, a filmrajongók tudják, ugye, hogy hát ez alapmű igazából, ha valaki nem látta, nézze meg Visszajövőbe. Három rész készült belőle, és egy DeLorean segítségével jönnek-mennek. Jönnek-mennek az időben, hogy 1985-től 2015, hol pedig 1885-ben vannak, ugye a vadnyugaton. De a DeLorean csak a kaszni, ugye, mert ott a fluxus kondenzátorom van. Igazából a fluxus kondenzátor. Az biztos, igen, hogy nem jött össze. Az nem jött össze, főleg nem olyan fluxus kondenzátor, ami adott esetben konyhai hulladékkal is működik. Például banánhéjjal. Úgy, igen, a másodikban már ugye rájön, hogy vagy már nem kell hozzá. Nem kell hozzá más, csak sima háztartási szemét. Na, ugye arról szól, hogy van egy őrült doki, a feltaláló, aki tényleg rájön, hogy időgépet tud építeni, megépíti, és mindenféle kalandóba keverednek Marty McFly-jal, Michael G. Fox-szal, és utaznak. Láttad? Hát az elsőt. Nem, talán az elsőt, már igen. Ott van Isten. Az a villámcsapással jönnek vissza? A villámcsapással mennek vissza a jövőbe. Igen. Nem, vissza a jövőbe, ahonnan jöttek. Az első dereng talán az, de lehet, hogy csak félig. Félig láttam azt is. És se a másodikat, se a harmadikat nem láttad? Képzeld el. Na no, hát pedig ez nagyon jó. De mutatom neked az időgépet, az így nézett ki. Tehát ez volt maga a kis DeLorean, amin száguldottak, ugye? És ebből épít a Doki jövő, egy jövőbe utazó időgépet. Uh-huh. Hogy van ez, hogy megnézted az első részt, és azt mondtad, hogy nem érdekel már a második, hogy ez nem jutott el hozzá? Nem, ott a rock and rollt még élveztem, ebben van, hogy gitározik, ugye? A Marty McFly, ő lesz Chuck Berry. Illetve Chuck Berry tőle lopja el azt a legendás riffet. Igen, és nagyon vigyáznia kell, hogy nehogy összejöjjön a saját anyjával. Aha. Igen, mert a saját anyja beleszeret. Na, itt vannak 2015-ben, és ez pont az a rész, amit meg akarok nektek mutatni, amikor megérkeznek a jövőbe. Éppen ülünk. Most mondja el a csajának, hogy időgében ülnek. 2015 van. 2015. október 21-e. Jó ég, tehát nem vicc az egész. És megismerhetjük a jövőnket. Doki, azt mondta, házasok vagyunk, ugye? Igen, házasok. Igen. És nagy esküvőnk volt. Azt is láthatjuk, milyen volt az esküvőnk. Na igen. Vajon milyen lehetett az esküvőíró? Na, hát itt a Dokinak ugye feltűnik, hogy a csajsokat kérdezősködik, majd kiiktatja, elaltatja, a szemébe világít egy ilyen kis lámpácskával, és a csaj azonnal elalszik. És a kérdés erre vonatkozik, ugye már ezen kezdhettek gondolkodni, hogyha most lehetőségetek lenne arra, hogy megalkossatok valami olyat, amit lehet, hogy csak 20-30 év múlva találnánk fel, mi lenne az? Ugye szerintem a készítők is úgy gondolkoztak, hogy mire lenne igazán szükségük 1985-ben, és ugye hát a fantáziájuknak köszönhetően megalkottak egy csomó dolgot, amiről azt gondolták, hogy majd ez már létrejön 2015-ben. Nem lett egyébként igazuk,
És a legtöbb dologban tévedtek, mert nem sikerült eltalálni, hogy mi lesz. Ugye ott voltak a repülő autók, azt gondolták, hogy 2015-ben már 30 év múlva simán repülnek majd az autók. Ez nem jött össze. Hát ez nem. Ez nem jött össze. Jó, de ez már mondjuk annak ide a Fantomas filmekben is meg vizionálták. Jó, de ők nem mondtak dátumot. Mondjuk ez is. Az önmagát megszállító és méretre igazodó Jackie is ugye volt már, hogy az 2015-ben realitás lesz, hogyha vizes vagy, belebújsz ebbe a kabátba, megszállítja a hajadat, és méretre igazítható. Jó, az teljesen beteg. Az egy hatalmas baromság volt, mert hogy azért valljuk be őszinte, most egy olyan kabátra miért van szükség? Egy vízlepergető hatású kabátra van szükség, olyanra, ami nem ázik át, onnantól kezdve nem kell beszállni. Jaj, azért az bírná, megnyomsz egy gombot, megszállítja a hajadat, megszállítja a hajadat, azért az bírná. Tehát az nem lenne rossz. De és a méretre állíthatósággal azért nem volt baj, mert ők ugye kitalálták, hogyha megnyomsz egy gombot, igen, akkor az felveszi az alakodat, és feltűri a kabátnak az ujját. Tehát méretre állítható. Nagyon kiszínű, méretre állítható. Függetlenül, tehát hogy maga a művelet, és utána a végeredmény hát. Igen, de aztán volt ugye a légdeszka, amin kísérleteztek, az hogy meg azt megpróbálják megcsinálni, de nem sikerült túl jól. Ez valaki megcsinálta. Ez meg is van már ez a légdeszka, csak hát egy speciális pálya kell hozzá, amin lehet használni. Ja. Tehát kint az aszfalton még nem tudott használni, de magát a deszkát és a hozzátartozó pályát azt már létrehozták, ez már kész van. De igen, a filmben nem működik. Pályán ment, hanem bárhol tudtál. Igen, bárhol. Légdeszkázni. Kivéve vízen, azt hiszem. Mert hogy ott talán ott volt egy olyan részben, amikor a vízen nem működött. Tehát a múzeum előtt ugye a vízen, a könyvtár előtt ott hiába hajtott, ott nem működik. Volt például egy nagyon jó szerkezet benne, a pizza hidratáló. Arra emlékeztek? Amikor a hidratáló gép, ami arról szólt, hogy beraktál egy ilyen kis vitamin nagyságú kis pizzát a mikroba, és ha 4-es hidrációra kérted, akkor az azt jelentette, hogy körülbelül 20 másodpercen belül neked meghidratálta a pizzádat. És egy nagy pizza lett belőle. És egy kis zacskóból elővett 4-es hidráció, benyomja a 4-es gombot, és azt mondja, hogy nagy éte, aztán igazán tudsz pizzát hidratálni. És jelentsen ez bármit is, és egy ilyen kis téliszalámi méretű pizzából egy nagy 40 centis forcsogó, gyönyörű pizza lesz, amit ő ugye kivesz a mikróból. Ez se valósult meg, nem tudták megcsinálni. Nem tudom, hogy akarták, nem tudták megcsinálni. Amit megcsináltak, az a telefonszemüveg, ennek valamilyen, hát Google-os változata, ugye a Google Glass létezett, aztán ezt lefújták. Mert ugye a telefont ő maga elé veszi, és ott látja, hogy ki csönget, ki keres, mi hiányzik a hűtőből. Tehát ezt ők már 1985-ben gondolták, hogy ez meg lesz. Akkor ez, már nincs, már azóta törölték a Google-ről ezt, tehát az már nem egy futó projekt. Azt lefújta a Google, és azt mondták, hogy ezt köszönik, ők nem. Még kísérleteznek rajta egy ideig. Tehát ez működött, ez megvan ez a rész, mikor lehúzza maga elé. Jó. Aztán azt mondja, hogy mi van még. Az a cipő, amiről meséltetek. Azt megcsinálta Nike. Ja, az de van. Csak egy ilyen 1500 darabot. Aha. Állítólag akarnak belőle csinálni, önbefűződő tornacipő. Jó, hát ez jó, vicces, igen, ókás, de hogy egyiket túl sok értelme annak sincsen. Az ugye arról szólt, hogy te belebújtál, és abban a pillanatban a cipő befűződött, és ők tudták, hogy jön ez az évszám, és arra kiadtak valami 1000 vagy 1500 darabot. Nem láttam ezt, te láttad működni? Interneten mutattak erről felvételt? Én csak ilyen kamu felvételeket láttam. Tehát az igazit nem? Nem, az igazit, azt nem. De önmagában egyébként túl sok értelme ennek a találmánynak sincsen. Tehát annak idején volt például, azt hiszem, hogy talán ez a Puma Disk System volt az, ami ugye ilyen tekerős, befűzős változat volt, és ez is egyetlen mozdulata megtekerted, mert volt egy ilyen tárcsa rajta, és akkor befűzte a cipőt. Tehát, hogy aki mondjuk ennyi energiát sem akar belefetszölni mondjuk a cipő befűzésébe, hát az... Na igen, de az nem, ha egy ilyen lenne, vennék egy ilyet, az biztos. Tehát azért az menő, hogy a tépőzár az egy csak kíván. Azért. Marty McFly, amikor megérkezik a jövőbe, megijed egy 3D-s cápaképtől, ami ugye kiugrik, és Marty így összekuporodik, mert azt hiszi, hogy a cápa meg akarja enni. Na talán ez az, ami valóság. Ez már meg tudják csinálni. Tehát az ez a 3D-s, és megcsinálták. És ez egy picit igényesebb, mint ez a cápa, ami ott kiugrik a semmiből. Igen, és ugye Márti áll egy hatalmas nagy téren, megjelenik a cápa, összezárja a fogait, és szegény ugye nem tudja, hogy ez micsoda, és lekuporodik, mert azt hiszi, hogy egy baromi nagy fehér cápa el akarja kapni. És aztán lesöpri a vállát, és mondja, hogy hülye trükk ez. milyen béna. Na, ennél már jobb is van. Ennél már jobb is van, igen, de nagyjából semmi nem jött be az alkotóknak. Semmi. Nem, semmit nem tudtak hozzátenni. Mennyivel több bejött Jules Verne-nek? Jules Verne-nek nagy volt a találati aránya. Ő igazából, ő egy orákulum volt. Ő mindent eltalált. Igen. A pontos időjárás elemzés sem sikerült. Ezt Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen.
Szóval, hogy tényleg csak a légdeszka, de az is egy kezdetleges verzió van. Készülnek a fanok egyébként erre a holnap utáni dászra? Akik nagy fanok, azok tudják, hogy az október 21-2015 az ennél a filmnél ez egy alapdátum. Biztos, persze. Nagyon sok cikk elemezgeti most egyébként, hogy 30 évvel korábban mi az, amit a rendezők megálmodtak, vagy a rendező megálmodott, meg a forgatókönyvírók is, mi az, ami létrejött, mi az, ami nem. De na most... megnézem a másik kettőt is, na? Az a baj, hogy ez felnőtt fejjel már nem úgy nézed, igen. Mondjuk nekem évekkel ezelőtt volt egy ígéretem, és ezt is fogom tartani. Ezért is szerencséjátékozok a kis tételben, hogy ha egyszer milliárdos leszek, akkor veszek Balázsok egy DeLorean-t, egy eredetűt, egy olyan, ami meg van építve, olyan Marty McFly-osra, egy olyan visszajövőbe jellegűt. Mert az igazi fanok, azok például annyira utaznak ezekre, hogy tényleg megveszik az autót, és aztán pedig összepakolják maguknak mindenféle futófényeken, mindenféle kamu, fluxus kondenzátorokkal, stb. Egy az egybe úgy, ahogy a filmben is kinéztek. Azért ott már kell lenni elszántságnak, meg fanatizmusnak. Csodákat lehet látni fönt a neten. Igen. Az álomkeltő generátor, ugye amivel pont a Márti csajának a szeméből belevilágít, hogy Doki, menjen innen, mit csinál, nem kell aggódni. Ez csak egy álomkeltő generátor. Ami arról szól, hogy két ilyen kis fény belevilágít a szemedbe, és abban a pillanatban elalszol. Abban a pillanatban elalszol. Igen. Írja valaki, hogy ez a mai Gina egyébként, ja, csak igen. Hát egy barátságosabb verzióban. Csak az előbbi külsőleg, ez meg belsőleg van, mármint a Gina. Valahol a Martinak a kezében, nem is tudom, van egy tablet, ami ugye hát összejött, mert hogy ők valamikor ránéznek valamilyen kis monitorra, és ott csinálnak rajta valamit, na azt meg tudták csinálni. Tehát 1985-ben már tudták, hogy lesz tablet, vagy akkor már valószínű, hogy kísérleteztek ezzel. De ha mondjuk mi most elképzeljük, hogy mi lesz 2045-ben, ugye az 30 év, pont jól számolok, ugye? 2015-2045. 30 év. Ja, valaki írja, hogy a fekete elnök. A fekete elnök. Emlékszel, hogy bejön a takarító csávó, aki mondja, hogy egyszer él ezek az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Egy bárban takarít. Van. De aztán az első részben van, vagy a második, nem tudom, bejön takarítani. És ő lesz aztán a harmadikra. Valamikor aztán, erre van egy geg, erre már nem emlékszem, de erre van egy poén fölhúzó, hogy az vagy sikerül neki, vagy valaki fölismeri, hogy ő az, aki ott takarított. Igen, tehát ebből csináltak egy geget. De mondjuk, mi lenne 2045-ben, tessék? Most mindenki leadhat egy jóslatot, vagy az, amit szeretne, és milyen jó lenne, ha ezt már 2000... megcsinálnánk. 2045, 30 évvel később. 30 év, hát... Tehát mire lenne szükségünk, amit szívesen megalkotnátok nekem úgy, nyugdíjra. Hogy... Hát jó, nem, lehetetlen dolgokat nem mondjál. Tehát mit... Most mindenki szabadjára engedi a fantáziáját, ha egy dolgot mondhatsz, ami neked jó jönne, szeretnéd, és hiányzik, hogy miért nem alkottál meg, és az, hogy még meg lenne 2045-ben. Mi lenne az? Vagy minek örülnétek? Amit szerintem tök jó lenne megcsinálni, ha nem használnák föl ellenőrzésre, az, hogy születésedkor beültetnének a kezedbe valahova egy olyan csipet, amin az összes olyan dolgot tudnád csinálni, hogy bankkártya van rajta, hogy mondjuk ajtónyitás, hogy autónyitás. Érted? Lenne egy ilyen kis valami a bőr. Egy dolgot kérhetnél, és az egy csíp lenne a bőrödből, mert tudod használni a bankkártyádat. Milyen tök jó lenne. Nézd, nem? Bankkártya, ajtónyitás, autónyitás. Például ma nem kerested volna a kocsi kulcsodat. Na, hanem csak odaérinted a izének, a DeLoreannak a műszerfalához, és már jössz is. Hát ez nem túl izgi. Hát praktikus. De mi, hogy minden benne van a kezedben, és nyitod az ajtódat, a kocsidat, a munkahelyen az ajtót, ennyi. Nem jó, mert elviszik a kezed akkor. Nem mondanád azt, hogy milyen jó lenne, ha megcsinálnak már 30 év múlva mondjuk a teleportálást, hogy elindulsz a munkahelyedről, de már nem az lenne, hogy ez egy nagyon béna, nagyon analóg sztori, hogy beülsz a munkahelyedre, és autóval, tömegközlekedéssel megérkezel. Hanem azt gondolod, hogy legyek itt. Lenne egy szerkezeted, és beütöd a helyszínt. Aha. És azt mondod, hogy el tudsz indulni, nyilván teljesen irreális. De akkor is azt mondanád, hogy az indító kulcs. Elkevettem arról az indító kulcsot, mert tegnap a Vikinek a teleportálójával teleportáltunk. Hogy lenyomattal indulnám. A Noelnek a születésnapjára is. Én találmányom, érted? Tehát ahhoz, hogy a te teleportod működjön, ahhoz kell a beépített chip. Én nagyon szeretnék egy olyan kapszulát is például, amit mondjuk fejenként, mint a vény alapján kapható lenne, egy évben te mondjuk 10 darabot használhatsz fel, de azt a 10-et, ha beveszed, akkor, és ennek vannak ugye most szintetikus változatai, csak azok kevésbé érdekelnek, hogy egy előre meghatározott időintervallumig azt mondod, hogy kilövi az alvást. Tehát neked most egy olyan szakasz van az életedben, hogy 3 hétig, egy hónapig te mondjuk nem alszol, de nem vesz igénybe a szervezetedet, nem fáradsz el, nem mész tönkre, és mondjuk évi fejadag 10 darab ilyen kapszula, vagy 5 darab ilyen kapszula, maximum egy hónapos intervallumot tudsz a patikában kérni.
és azt mondod, hogy 3 hétig te most az éjjeleket, a nappalokat és mindent ugyanolyan intenzitással tudsz megélni. Mert nincs szükséged most, neked ez egy elpazarolt idő. Az a 8 óra, az a 10 óra, amit te alvással töltesz. És egy fejadag lenne, amit mondjuk ki tudnál használni, hogy mennyi ideig nem akarsz aludni. Nyilván ne perkednénk vele, és nyilván vény nélkül is megpróbálnánk a patikába egy csomó ilyet kérni. De nem mondd, hogy nem elpazarolt lenne idő. Lenne belőle olcsóbb, de picit károsan mellékhatásokkal járó román változat. Igen, leáll a mellékvese, megtereli a szívet. És gondold bele, hogyha ugye csecsemőkorodban sokat alszol, én nagyon sokat gondolkodom, hogy hogy lehetne az alvás időt lerövidíteni. Hogy mennyire egy haszontalan idő. Persze regenerálódik az agyad, a tested, egy csomó minden tök hülyeség kell. De nincs, tehát nem tud mit csinálni. Hogy lehet lerövidíteni két gyerekkel? De ha te 60 éves vagy, és mondjuk csak az évi, tehát naponta csak 1/3 aludtál, akkor 60 évből 20 évet átaludtál. Tehát az életed 1/3 arra ment el, hogy öntudatlan állapotban horkolva, felakadt szemekkel, te egy ilyen szemlekötővel, füldugóval, folyónyállal, te folyónyállal a kis pizsomádban, az én mellemmel alszom, de mindegy. Magzat pózban, öntudatlan állapotban fekszel. A legértelmetlenebb időtöltés, nem? 60 évesen 20 évet nagyjából átaludtál. Hogy ezt valahogy leredukálni. De mi van, hogyha... Jó, akkor én meg egy másik fajta tablettát találnék ki, és annak a tablettának meg az lenne a lényege, hogy én nem mulasztanám el az alvási fázisokat, tehát hogy az alvási fázisok megmaradnának, viszont lenne egy kis dobozom, amiben különböző tartalmú álomkapszulák lennének, és mindig annak megfelelően. Tehát gyakorlatilag egy párhuzamos dimenziót hoznék létre azzal, hogy irányított álmokat küldenék. Az a baj, hogy idő után az álmodat élnéd valóságnak. Tehát egy idő után már alig várnád, hogy aludhass. Tehát ugye az... Ez tök jó, van ilyen film, van hasonló van film, ilyen. Hogy az életed mondjuk, az életedből egy csomó minden hiányzik, igen, de álomkapszulában előre beírnád, hogy mit akarsz álmodni? Igen. Fú, de szeretném. Fú, de jó lenne. Mekkora lenne már? Egyszerűen hagyd menjek már a te álmodon, mert ott tudom, hogy mik lennél. Hát csak szex. Én egyszer szívesen meghívlak, ha adok neked egy kapszulát, hogy eljöhetsz az én álmomba. De én nálam beteg dolgok lennének, nagyon durva dolgok. Nálad viszont kiszámítható módon tudom, hogy mi lenne. Hello, Jan, itt vagyok az álmodban. Aha. Melyik szobába menjek és mi megjelenni. Léci, Bali, ne csináld már ezt, basszus. Neked is vannak saját álmaid, hagyd már, hogy hagyj éljem meg a saját párhuzamos életemet egyedül. Így van, incepció, bemenni az álmodba, és beültetnék egy gondolatot a fejedbe, hogy mire fölébredj, te már azzal a gondolattal indulj dolgozni. Ugye Christopher Nolan ezért zseniális, mert a csávó olyanokat tud szerintem, amit más kevesen. Na, mit szkanderozunk a hátán? Léci már! Nem, én a te álmodban biztos, hogy úgy mennék el, mert tudom, hogy miről álmodnál, és tudom, hogy egy bizit egy Hugh Hefner házában lennék brutálisan sok nővel, hogy valahogy megpróbáljam vele kizökkenteni. Jönnék ki, én egy sejem köntösben, a kezemben egy koktéllal, benne olaj vagyok. Jaj, Jani, már megint itt. Tehát valahogy megpróbálnék téged ebből az álomból kizökkenteni. Nem lenne rossz. Programozható álom, ez nekem tetszik. Ez jól hangzik, vagy hogy a programozható álom nem jön össze, akkor az a pusztítóban látott szerkezet, ugye, ahol Sandra Bullock és Sylvester Stallone szeretkeztek úgymond egymással, hogy mind a ketten felvettek egy szerkezetet, és testi kontaktus már nem volt. Ugyanakkor azzal, hogy felvették ezt a szerkezetet magukra, az agyuk olyan ingereket kapott, mintha együtt lennének. Hát de ha ott van az álomkapszula, akkor már nem akarsz virtuálisan senkivel együtt lenni, mert elmennél a kis csoki tortádat, megennéd, nem tudom, bekapnád a kapszulát, és 12 óráig brutális őrület lenne. Na, hát ehhez képest most, hogy egy ajtónyitó csipet rákok, szóval sehol szóval nem vagyok. Érted? Hát gyerek, én a praktikumban gondolkodtam. Lerövidíteném az életet, mert meghosszabbítanám, hogy ne kéne annyit aludni, az álomkapszula nagyon csak jó, beprogramozott csipet. Meg jövök neked meg kinyitna az OTP az ajtaját, amikor be akarsz menni egy átutalást, elintézni. Azért az nem akarok oda menni. Hát gyerek, kinek mi jut az agyába? Csettintés, lefőtt egy kávét. Ez se rossz. Előre. Ez is jó, ezt is beletenném. Ezt a funkciót is. Azt a betyáját. Egyébként mindent ezzel a csippel működtetnél. Hát ezt mondom, hogy minden benne lenne. Azért az nem rossz, most gondold el. Például az álomkapszulás dobozodat is ezzel tudnád csak kinyitni. Mész. És kinyílik a fürdőszobajtó. Azt a betyáját neki fel. Hideg víz, meleg víz, egy mozdulattal. Ja, az már megvan. Nálatok, de nálunk még alá kell gyújtani. Hát azért...
a betyárja. Drága hallgatók, tessék, engedje mindenki szabadjára a gondolatát. Felfedezhet egy dolgot, amiről azt gondolod, hogy realitás lehet, vagy szeretnéd, hogy realitássá váljon, szabad kezed van, bármi. Mi lenne az? Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy 30 év múlva megvalósul, de ha kezünkben lenne kicsit a saját sorsunk és a történelem, mi lenne az az egy dolog, ami megkönnyítené a hétköznapot? Kinek álomtabletta, kinek kevesebb alvás, kinek nyíló ajtók, ki mit... Kinek mi van benne? Önérlelődő kolbász például, na mit szólsz egy ilyen? Nem, azt nem engedjük ki a kezünkből. Gyors érlelésű kolbász, nem. De mégsem a gyors érleléssel, nem, hanem hagyományos úton érlelődő gyulai vastag kolbász. Ott az út is élvezetes. Az út is, amíg eljutsz odáig, az is élvezetes. Viszont például nem felejted, vagy ne feledkezzünk meg a csúcshatásnak, a szuperdrogjáról. Ú, de jó film. Azért, amikor az agyadnak azt a kapacitását is fel tudod pörgetni, ki tudod használni, meg az agyat úgy fel tudod pörgetni, hogy gyakorlatilag 100%-osan működik. A Bradley Cooperre játszik. Az mekkora. Ennek egy remake-ét csinált a Luc Besson a Lucy-ben, amikor ugye egy kábítószer szintén segít, hogy kihasználd az agyat 100%-át. Zseniális film. Már nem a kábítószer része, hanem hogy mi történik, ha elvileg kihasználnánk. Na, szóval írjátok meg nekünk egy dolog, amit ti feltalálnátok. Mi lenne az, és életünk melyik területén segítene bennünket? Tehát mit csinálnál vele, melyik részét könnyítenéd meg az életednek? A munkát, a szerelmi életet, a magánéletet, a gyermeknevelést, a vezetést. Hát annyi minden van, hogy igazából hajnalig lehetne sorolni. Hogy mennyi mindenre lenne szükségünk, nem? Amivel egy kicsit könnyebb. Igen, egy kicsit igen könnyebb de a csippet, lenne. Amivel például metrózhatok annak, látod, az annak is ellenére, lenne, hogy például. Mondjuk nem kezeltetek jegyet, azt leírjátok. Az benne lenne a BKV bérlőtel. A betyárját, Feri. Lehet, hogy nem érzitek át a nagyságát. Az a baj, túl veszélyes vagy. Nem, én azt megélem. Magas a léc, magas a léc, de próbáljátok átugrani. Túl veszélyes vagy. Az önműködő fotocellás ajtók és a BKV leolvasó csip a betyárját. Hát mindez egyben, érted? Egyben. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes, hogy szerintem sokan vannak, vagy voltak hasonló cipőben, akinek van párja, férje, felesége, mert hogy van egy hír Szabó Zsófival kapcsolatban, de nem akarunk mi Zsófival nagyon foglalkozni, viszont jó téma indító, miszerint azt nyilatkozta, hogy ő végre megtalálta az igazit, és ez rendben van, ennek örülünk, ha valaki boldog és szerelmes, az jó. És Zsófi azt mondta, hogy szerelme állítólag oda van érte, és nem engedi, hogy Zsófi diétázzon. Aha. Zsófi pedig hallgat rá abban, és kikéri párja véleményét, hogy mit vegyen fel, és csak olyan ruhát hord, vagy sokszor hord olyat, ami a pasiának tetszik. És biztos sokan vannak abban a helyzetben, hogy ennek pont az ellenkezőjét élik át, vagyis nagyon sok férfi, nagyon sok nő megpróbál erőszakosan beleszólni abba, hogy hogy néz ki a párja, miért így néz ki, miért ilyen a haja, miért ezt a ruhát veszi föl, nem áll jól neki, milyen legyen a melleméret, milyen legyen a haja színe, mit vegyen fel, mit ne vegyen fel, és folyamatosan megy, hát mit mondja, a másik... Idegeire ezzel, a másik, igen, lehúzása, bántása, és ahelyett, hogy megerősítené a párját abban, hogy szép vagy, szexi vagy, vegyél fel azt, ami neked jó, próbál a barátnőjén, feleségén, vagy akár a férjén, barátján uralkodni. Ez kire igaz inkább? A pasikra, hogy beleszólnak, és próbálják a barátnőiket, feleségüket irányítani, vagy a nőkre is ugyanúgy igaz lehet, hogy azt mondják a pasinak, hogy ne ezt vedd föl, azt vedd föl, hülyén nézel ki, szörnyen nézel ki, ebben még szörnyebben nézel ki. Akkor inkább az inkább a legelső, amit másfél órával ezelőtt vettél fel. Szóval ez érdekes téma, és nyilván sokan nem csak a pozitív oldalát kapják ennek. A Zsófis hírről nekem pont az jutott eszembe, hogy tök érdekes az, hogy a... Megint megvan az igazi. Hogy egyrészt most megvan, nem akarom, hogy legyen boldog a csaj, hogy a férfiak abba szoktak bele... Azért biztos, ami biztos. Abba szoktak beleszólni, hogy fogjon vagy hízzon, de hogy mit vesz fel abban nem. Abban a nők a nagyobb. A férfiak nem szoktak beleszólni. Hogy a felesége ne csinálj már. Szerintem mindig megkérdezem tőle, hogy ott lett? Igen, akkor jó. Hát jó, de szerintem pont a nők szokták a hapsnak mondani. Nyugtass meg, hogy legalább outletnek mondod. Outlet.
Ott lett, nem ott van, nem, ott lett. Mindkettőt értik, ott van az a lényeg. Mert hogy ott, érted? Ott lett. Én rengeteg olyan palit ismerek, aki rosszul van attól, hogy a barátnője miniszoknyát vesz föl. Rengeteg olyan palit ismerek, aki rosszul van attól, hogy a barátnője kettővel többet gombol ki. Rengeteg olyan férfi ismerős van, aki igenis elvárja, hogy a nő úgy öltözzön fel, ami neki tetszik, de nem utasson annyit magából, mint amennyit akar, hanem utasson annyit magából, mint amennyit a pali megenged. Ez egy neuralgikus pontja egyébként a párkapcsolatnak. Nagyon sokan próbálnak a másik kinézetébe, elméretébe, hajszínébe, öltözködésébe beleszólni. Tehát azt mondod, inkább a nők mondják meg, hogy szerintem mit vegyél föl. Igen, a hapsiknak mondják meg jobban, és a hapsik viszont azt mondják meg jobban a nőknek, hogy akkor legyen nagyobb a cici, fogyjál le, hízzál meg, legyen nagyobb a feneket, kisebb kinek, hát, mi a... Igen. Mi jó, a, mondjuk mi az ez igénye? Így fordítva, ez furcsa is lenne, nem? Tehát, hogy nagyon legyen ezért, nagyobb a mellett, igen. Jó, hát nyilván nem. Mellett, most már hozzám már valamit. Mitől félhetnek az ilyen pasik, hogy elviszik a nőjüket? Hogy tehát attól fél, hogy a miniszoknyát vesz föl valaki, vagy kicsit kirakja a cicit, vagy azt mondja, hogy ő blúzt venne föl, és nem mit tudom, egy flanelinget, még a kettő elég messze van egymástól. De hogy attól félnek ezen típusú férfiak, hogy túl jól néz ki a csajuk mellette, önértékelési zavarék lesznek, és attól félnek, hogy lecsapják a kezükről. Ez lehet benne, hogy hosszú szoknyában legyen, ne legyen annyira csinos, ne engedje ki a haját. Rengeteg ilyen pali, nem barátaim nem ilyenek, de ismerős hallom, ahogy csajok is mondják, hogy ő a pasia nem szereti, ha ez vagy az van rajta. Mert hogy túlságosan kihívó. Kihívó, és igen. Már nem lehet egy házas nőnek mondjuk kihívónak. Hát, hogy ne bámulják meg más férfiak. Ne bámulják. Hát a tiéd hozzád ment feleségül. Mutasd meg a világnak nyugodtan. Nem neked beleszól abba, hogy Móni mit, de beleszólnak abba, hogy mit vegyél föl? Móni beleszól? Hogy még egyszer, hogy? Tehát mi a kérdés? Ki szóltok be kinek? Hogy beleszóltok-e egymás ja. öltözékébe, vagy Móni beleszól-e abba, hogy most hát mi lesz a turkálat? Móni nem. Igen, azt mondjuk látom, hogy Móni nem szól bele. Ránézek, és látom, hogy Móni nem nagyon szól bele abba, hogy mit beleszólok. Én beleszólok. Móninak van ízlése. De milyen irányba viszed? Én beleszólok. Én nagyon szeretem, hogyha ilyen kis csajos cuccok vannak rajta. Tehát, hogy amikben lezser, amikben laza, szeretem, hogyha színes cuccok vannak rajta, akármennyire is meglepő, mert mondjuk rám öltözködésben egyáltalán nem jellemző színes holmikat vennék föl, de nála nagyon szeretem. Mert nekem ő mindig olyan kis csajos marad, meg neki jellemvonása, csomó olyan jellemvonása van, ilyen csajos jellemvonások. És én nagyon szeretem, hogyha ő ilyen kis csinosan helyesen van felöltözködve, és egyáltalán nem zavar, hogyha csinos, sőt. De mondod is neki, hogy legyél csinosabb, tedd ki a cicit? Legyen rövid szoknya? Még jobb, de otthon van, az már csak tudjuk. Igen. Engem egyáltalán nem zavar. Sőt. Én büszke vagyok rá, én tökre szeretem. Tehát, hogy ő azért egy elég jó karban lévő kis Aj, de szép! Bocs, Móni! Mit kapszott? Egy jó karban lévő. Miért? Hát 28-tól már milf állító. Na, az kicsit nem. Szerintem ilyen 30-40, nem? Nem, a milf kategória, az ahogy én a múltkor kerestem, az egyik ilyen... Ne, 28-tól még nem, vagy miért? Várjál, most egy lónyerítés dobjad már be, mert a témaváltás... Szóval, hogy én nagyon szeretem, hogyha ő jól néz ki. De büszke vagyok rá. Nem figyelnek rá. Nézzük meg, hol a határ. Elindultok valahova, a párotok azt mondja, hogy kicsim. Egyes alap, hülye. Nem veszek föl melltartót, mert most jobban esik úgy, hogy... Ha nem, ha kényelmet lát, ne vegyél. Na, de tényleg, ja. Kíváncsi vagyok az inger küszöbötökre, hogy a melltartó az olyan, mondjuk béka azt mondja, nem veszek föl melltartót. Ne vegyen, hát akkor nem vesz. De most te tényleg beleszólsz, hogy vesz-e föl a Viki melltartót, vagy nem? Hát most az már, na, akkor szólj bele csak, hogy... Az a határvonal nálam. Igen? Tehát, hogy igen. Hát mi van rajta egyébként? Dehogy is. Mi van rajta? Várjatok, de hát nem tudjuk, mi van rajta egyébként? Egy póló van rajta? Egy olyan blúz, egy olyan póló. Hisz kilátott, amikor egy nő nincs melltartó, kicsit ugye hegyesebb a bimbók, jól néz ki, mert valami szexi. Csak kérdezem, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Az nagyon kihívó. Rászólsz, hogy vegyél föl melltartót? Vagy igen. Takargatod végül? Igen. Nem, ha kivegyek mögötte, és így fogom a cicikát. Nem, csak kérdezem, hogy tehát hol szól bele egy pali, ha egyáltalán beleszól? Tehát neked például azt a melltartó már, hiánya, az már sok. Azt már soknak érzem. Az már sok. És mi a sok, hogy megnéznek benneteket, és az téged zavar? Mert vagy tudom, őt nézik meg? Tehát, hogy tudom, hogy milyenek a férfiak, én is ilyen vagyok. Tehát, hogy akkor már rögtön van egy képzettársítás, már rögtön tovább gondolja a dolgot.
Hogy? Tehát, hogyha nincs rajta melltartó, akkor egy... Ja, úgy! Akkor egy másik pali azt gondolja, hogy könnyű vérű a feleséged, vagy a nejed, vagy a nőd, vagy az asszonyod? Hát kb. Igen? Kb. Ez. És akkor visszafordítod és mondod, hogy vegyél föl melltartót? Tehát mondtad ezt már neki, hogy vegyél föl? Légy szíves, vegyél fel, mozgó lépcső, hogy mindig beakad a lábam. Nem, igen. Anya, vegyél fel. Vegyél fel a hátadra. Utálom a mozgó lépcsőt, mindig elesek. Anya, hát dob bele. Anya, vegyél fel. És a kis kezeimmel nyújtam fel, kétségbe se tartom. Nálad hol a határ? Van ilyen? Vagy van bármi, amit te beleszólsz? Hát szerintem egyikünk felesége sem megy túl egy bizonyos határon, de ha béka... Felségünk se túl jó, csak ne. Hogy mondani? Na, kinek a feje milyen? Tökre még egyszer egy ilyet így betolál. Szerintem egyikünk feleségére se néznek már rá úgy, hogyha ha béka mondjuk nem venne melltartót, akkor én nem biztos, hogy ha ilyen nagyon átlátszó ruha lenne alatt, amit annak idején volt a Tolvaj Reninek, emlékeztek? Na most akkor nyilván ott azt mondanám, hogy azért anya, ezt jó, most már szerintem engedjük el. Lett. Igen, ezt most már engedjük el, de ha ő mondjuk járon egy pólóban megyünk le a strandra, és aztán ott ledobja a textilt, és nincs rajta semmi. Én bírnám. Igen? Igen, szerintem az jó, laza. Hát most, ha megengedheti magának... És rólad általában leveteti a melltartót, ahogy indulsz? Nem, mindig úgy enged el. Ő köti föl reggel, tudod, van egy ilyen szorító kötés rajtam, cicél és hasnál, hogy ne lógjon nagyon a zsír. Feri, már megint nem. Légy, itt mások esznek, vegyél már föl egy melltartót. Hát igen, de hát jól lehet, hogy én kiradottságai van. Múltkor is beütöttem egy naturál tic, és őt dobta ki. És szép volt legalább. Egyébként én azt mondom egyiket, egy hosszú kitelepülésen. Én Afrikában már hagyaltam is egy kicsit. Igen. Egy-két hét után. Na, drága hallgatók, hát nyilván azért ez sokakat érint ez a téma, és kíváncsiak lennénk arra, hogy ki milyen cipőben jár. Tehát hogy viselitek azt, amikor a párotok erőszakosan tényleg beleszól abba, hogy hosszú hajatok, rövid hajatok, miért vörös, miért szőke, miért festettétek be, miért ilyen ruha van rajtatok. Szerintem egy nő azt teljesíti ki, és akkor érzi magát nőnek, ha hagyod, hogy úgy öltözöm föl, hogy akar, megerősíted abban, és azt mondod, hogy jól nézel ki, és nem vetetsz le, vagy vetetsz fel rá valamit. Nem? Hát azért sose értettem ezeket a palikat egyébként, hogy miért baj az, ha más megnézi a csajodat. Azt se értem, hogy miért mondod, hogy értem, hogy az már túl kihívó, de hogy tök jó az emberek megnézik a feleségét, nem? Tehát de ezzel maximálisan egyetértek. Tudod, hogy nővel vagy, amit megnéznek a férfiak. Tehát, hogy én az bírom. Amikor itt bemegyünk valahol, és látom, hogy megáll a kanál a kezükbe, az jó. De igen, itt vagyok, és nem téged néztek a feleséget. Ja? Igen. Én egyetek tovább, igen, nem, menj arra, a feleségedet néztük. Szóval azt én bírom. De nyilván nagyon sok nő nehezen viseli ezt, hogy a a féltékeny, és állandóan szabályozni akarja. Ha van olyan férfi hallgatónk, akinek a csaja szól bele, az is jó, én ilyet ritkábban hallok. De hát, ha van ilyen, kikészíti a ruháját, megmondja, hogy mit vegyem föl, és nem engedi ebbe abba. Az ritkább talán, nem? Hogy a pasinak beleszól. De szerintem az jó tud lenni. Tehát egy pasi sokszor egy pasinak nincsen olyan egészséges rálátás arra, hogy ő hogy néz ki, vagy hogy mi áll neki jól. Szerintem az tök jó, hogyha egy nő beleszól az öltözködésedbe. Igen, most nem arra gondolok, hogy ez még nincs ízlésed, és állom flanelingbe vagy, és ezt levetetik rólad, hanem hogy valami olyan erőszakosan próbálják megmondani, hogy nézel ki, és mit vegyél föl. Csak van, aki nem hallgat erre, mert simán el tudom képzelni. Hát azt látom, hogy minden sem vagyok. Azt látom, hogy te is süket vagy. Nem azt is el tudom képzelni, hogy például a Vujtretko felesége minden reggel fut utána egy slim fites pólóba. Vagy egy ingel, érted? És még se akarja felvenni. Vedd le azt a sapkát. Na, írjátok meg nekünk, jó? Mi történik akkor, amikor a feleségetek kidobja a cicijét, amikor szexin öltözik, illetve nők? Lehet egy picit panaszkodni, hogy miből van már elegetek, és miért, mibe szól bele a pasitok. 3:49 lesz, pontosan 1 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Márked van, hogy elment ez a hét? Ez az, ma már hogy elment ez a hét? Így van, ma már ijatunk. Százacska, Janicska, Dobocska, Persejecske, ugye? Pedig most már 10 perce nincs bent, úgyhogy most vagy nagy baj van. Nagy, lehet, hogy nagy a baj, igen. Most intézi a rózsaszín telefon. Ez
ezt nem mondtad, ezt jól mondtad. Szegény. Most biztos nem kiasztják. Nem csörög rá. A Ferihegyi gyorsforgalmi úton a Kökinél félpályás útlezárása felüljáró építése miatt Péter küldte nekünk. Most történt egy baleset az M5-ös pálya 106-os kilométerénél Szeged felé, szalagkorlátnak ütközött egy autó, belső sáv zárva. Gellért tér, 8:32-kor a lámpák sötétek, karlendítéssel irányítanak a szervek. Tibi a brigádból küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as Nyíregyháza felé Gödöllőnél beállt, körülbelül 5 kilométeres az araszolás. Füge írta, csak közben figyelem Janit, Bosnyák téren a piac előtt nagy baleset, torlódás a város felé, ezt Perec küldte nekünk, köszönjük szépen. János pedig be is dobta a 100-as, nagyon helyes. 200-at, mert hogy tegnap is tartoztam, és hát ugye érted, ha tőletek elvárom a korrektséget, akkor én miért ne legyek? A barátság alapja, a pontos elszámolás. Így van, tessék csak dobálni. Bocs, hogy később csak megint vitatkoznom kellett Mónival, mert nem akart, mert tartott fel. Na, nagyon jó kis témánk van, arról beszélgettünk, hogy a párkapcsolatokban bizony néha előfordul, hogy a párok beleszólnak egymás öltözködésébe, és ezt vagy azt megtiltják a másiknak, és ez bizony a pár férfi vagy női tagja nehezen viseli, nehezen tűri, mert azt mondja, hogy én egy önálló személyiség vagyok, nem mondd meg nekem, hogy mit vegyek föl, abba öltözöm, amiben jól esik, és bírd elviselni, hogy jó csaj vagyok, megnéznek, vagy ne zavarjon, hogy jó pasi vagyok, nem ettől fognak lecsapni a kezedről. Hát rengeteg hozzászólás, rengeteg panaszkodó SMS férfiaktól, nőktől, hogy kinek mit mond meg a párja, és kinek mibe szól bele. De még öltözködés belefognál, azért egy kérdést hagyd tegyek már föl, hogy neked a Viki soha nem szól a női pulcsik miatt. Hogy rohadjál meg itt? Nem szólsz ezek neki soha? Ezek nem női pulcsik. Ja, azt te adod neki. Aha. Viki, nagyon szépen, abszolút, kimérten, én adom neki kölcs. Igen, ugye? Hát az ember ahonnan nem várja a támadást, ugye? Igen. Ahonnan azt gondolod, hogy némi védelmet kapsz, azonnal. De azonnal azért a vessétbe szúrrak egy 6 centis pengét. Van olyan azért, hogy már rácol, tehát hogy azt mondja, hogy nézd már, hogy jó, de talán ez a kis kosztüm már picit túlzás. Most mondtam majdnem valami nagyon csúnyát, hogy ki jár kis kosztümmel, de nem járok. Én nagyon-nagyon intelligens emberek, de csúttam, nem járok kis kosztümmel, rohadjál meg. Nem járok kis kosztümmel. Ne, azért, mert ti le vagytok ragadva a flanelingnél, meg a kekinél, attól még azért, egy picit, ha bátrabban mernétek öltözkedni, az nem lenne baj. Tehát csak nem vagytok elég bátrak. De mi csak kérdezünk. Nagyon konzervatív módon öltözködésedet, mert nagyon előremutató. Mindig egy picit tényleg olyan, mint hogy belelátnék egy varázsgőbe, hogy mi lesz a jövőben. És szerintem is egyébként nagyon szép vádlit csinál a körömcip. Na, jöjjön, nem éltél igazán, ha még nem illegetted magad a párod körömcipőjével, a cipőjével. Nem, még nem éltél igazán. Meglepődném, ha tudnád, hogy mi mindenbe bújtam, én már vele 45 év alatt. Hidd el, ismerlek én. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, nagyon jókat. Az exemtől kaptam egy feszülős gatyát, mondván, hogy jó alakon van, jól fog állni. Elmentem hozzá abban a gatyában. Erre közölte, hogy ne vegyem fel többet, mert nagy benne a fenekem. Jelenlegi páromnak pedig rövid nadrágot, illetve szoknyát nem engedi, hogy hordjak, nehogy megbámuljanak. Hú, de fura. Az én párom konkrétan először megszagolja a ruhámat, közli, hogy büdös, és nem vehetem fel, mivel ki kell mosni, mondom én, mosott ruháról van szó. Ezt követően újabb szett következik, erről csak azt mondja, nehogy már ezt vedd fel, hogy nézel ki. Ezt követően oda robog, feldúltan a szekrényhez, és kikészíti azt a szettet, amit felvehetek. Egy órás procedúra hetente többször is előfordul. Na, de ezt most nő írta, vagy férfi? Ezt szerintem nő írta, és a pasia féltékeny, igen. Szagolgat. De miért csinálod ezt saját magaddal? Hát, féltékeny, gondolom. Amikor kivágott ruhába öltöztem, a férjem azt mondta, hogy ő meg kirakja a tojásokat. Mondtam neki, hogy nyugodtan, csak amíg engem megnéznek, téged tércsapkodva kinevetnek majd. Egyébként fura érvelés. Ha kirak oda mellett, kirakom a golyóimat. Igen. Amíg a csajt megnézik, a pali tényleg kirölgi. Tehát ez mondjuk itt picit azt nézem, hogy ki akarja rakni a golyóit. Igen, van egyfajta magamutogatás, igen. Ha Barbie itt volt, hívjuk újra, mert eltűnt. Eltűnt, így van. Jó, azt mondja, hogy nekem abból van elegem, hogy egész este tejfölös uborka szelettel az arcán kell néznem, hogy másnap mindenki szépnek lássa, Sanyi küldte nekünk Debrecenből. Volt egy pasim, imádta, ha picit kivágott felsőben, vagy például szaunában, bikiniben voltam, mindez azonban csak otthon a négy fal között lehetett. Ha mégis felvettem olyan ruhát, vagy felsőt, ami szerinte túlságosan szexi volt, akkor két napig nem szólt hozzám. Nagyok a cicik, amelyek csak az övéi, elvet vallotta. De gyerekes hozzáállás. Beteges. Tessék? Ez beteges. Nagyon sok pali így gondolkodik egyébként. De mitől félsz? De te csajod, nem utasd meg, ne vedd föl, ne bámulják meg, a te nőd, cicíri vagy. Cicíri. Mivel kopik. Itt van Barbie velünk. Hello Barbie, jó reggelt.
Halló! Sziasztok, én nem Barbie vagyok, én a Kata vagyok. Szia! Mi már mindennek örülünk. Mindennek szia, örülünk. Kata. Van némi kis kommunikációs eltérés köztünk és annak között. Hello Kata, jó reggelt! Minket kerestél a témához, szeretnél hozzászólni? Igen, persze. Na. Nem, a vízműveket. Nem, én vagyok a vízműve. Neked mit mond a párod? Hát én is írtam nektek SMS-t, hogy mi is, amikor összejöttünk annak idején először, ugye összeköltözésre került a sor, eltelt 1-2 hónap, és ugye jöttek ezek a évszakváltásos ruhaszelektálások, ugye, hogy zsákoljuk be a ruhákat, ami jön a tavasz, mondjuk akkor maradnak kint a nyári ruhák, és akkor ahogy válogattam ki, és akkor láttam meg először úgy igazából az összes ruhámat, mert ugye addig egyet-egyet látott belőle, és akkor úgy mondta, hogy akkor azt úgy vissza is rakhatod, ahogy kivetted, azt meg csak akkor veszed fel, amikor velem vagy, azt meg el is ajándékozhatod, mert azt úgyse fogod már fölvenni. Atya Isten. De rájöttél, hogy ezt egyébként egy pasi miért csinálja? Vagy hogy a te pasid miért csinálja? Hát féltékeny volt? Birtokrácsi vagy. Persze, meg a féltékenység így van. Tehát attól félt, hogy csinos vagy mellette, és hogy lecsapnak a kezéről? Hát ezt nem tudom, hogy ettől féltem, mert igazából úgy nem adtam rá okot, meg hát én úgy vagyok vele, hogyha én a másikba megbízok, akkor mindegy, hogy mi van rajta. Mondtam neki, ha én akarlak, akkor én megcsalok melegítőbe is, uh-huh. Ha meg nem, akkor vehetek föl kis estét is, tehát szerintem... Nem ettől függ, mert tök igazad van. Igen. Nem. És együtt vagytok még, vagy ott hagytad? Igen, együtt vagyunk, persze. És még mindig ugyanilyen féltékeny? Hát most egy kicsit meg van nyugodva, mert 7 hónapos terhes vagyok, 7 és fél hónapos, és most úgy tudod, már van ez a pingvines járás, ez a minden ruha olyan, mint a zsák lenne. Igen, most nincs félni valója, de majd ha megszülöd a gyereket, és újra formás leszel, csinos leszel, mert szerintem egy állapotos nő is tud az lenni, akkor újra. De nem múlik el az a baj, ez nem nagyon gyógyítható. Hát nem múlik el, igen, de aztán szoktam neki mondani, hogy te is azokat a nőket nézed meg azért az utcán, aki jól van felöltözve, hát hogyne? Most, aki fakadt ruhában van, ügyes, meg ápolatlan, meg akár úgy. Csinos, szexi, igen. Kati, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Hello, hello, hello. Na, most már itt van Barbie is. Hello Barbie, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Te szólsz bele, vagy neked szólnak bele? Hát igazából engem zavart valami, megmondom őszintén. Na. Most képzeljétek el azt a szituációt, hogy az én párom jó kis méretekkel rendelkezik, és tök mindegy, hogy milyen nadrágot vesz fel, az lehet szabadidő, az lehet egy farmer nadrág, az lehet egy szövet nadrág, akarva akaratlan odacsalja a jobb esetben a női tekinteteket. És hát igen, hát azért engem ez zavar, de hát most mit tudok vele kezdeni, az ég egyet a világon semmit. Hát járhatna szoknyában, akkor talán nem látszódna, vagy lecsatolhatná, de hát viszonylag nehéz. De te arra vagy féltékeny, hogy fecül a nadrágja? Hát nem is az, hogy féltékeny, de hát most gondold el, most oké, ha én ott vagyok, de hát persze ő is elmegy a fiúkkal, mulatnak, hát most... Mi látszik, vagy hogy néz ki, tehát mit látunk? Hát azért úgy látszik. Na, hát azért... Igen? Minden cukor. Egy ilyen másfél literes ásványvizes üveg? Van olyan? Na jó, azért nem. Na, azért de, de van olyan, hogy kifelé menet a bowling teremből megállítják, hogy golyókat lopok? Vagy azt mondják, hogy hiányzik a 9-es bábú, kérem, tegye vissza. Miért te vagy erre büszke vagy? Attól félsz, hogy egy csaj meglátja és berángatja a férfi vécébe, hogy úristen, micsoda férfi. Vannak ilyenek. Tehát azért persze, én ott vagyok, akkor ezzel nincs probléma. De nem veszek csak ez miatt, hát nincs mit tenni. Ember próbálja egy kicsit igazgatni jobbra-balra, hogy nem látszik jobban. És volt olyan, hogy átnyúltál neki kicsit megigazítani, hogy édesem. Majd mielőtt elindultatok. De nem, hát itthon. Visszajöttek már, indulás előtt itthon. De úgy. Átadok a metron, és egyszer csak átnyújt egy kicsim. Ne, minizgottad ennyire felmarad. Az még csini lenne. És látod, hogy a nők bámulják a sliccét? Hát most nem azt mondom, hogy bámulják, nem, egyértelmű, azért ott vagyok, azért azt annyira nem észlelem annyira. Tehát akarva akaratlan én magam is látom, és látom, hogyha én is ilyet látok, engem is oda vonzza a szememet. És arra emlékszel, hogy az első randitok milyen volt, amikor úgy kikértél egy kapucsinót, és hirtelen úgy fölállt az asztaltól, hogy fizet, és így pont szemmagasságba így megérkezett? Hogy ez így megvan? Hogy gondoltad, hogy ebből kell, hogy legyen második randi? Emlékszel még az első találkozásra? Igen, de igazából mi régebb óta ismertük egymást, hogy lényegében ez nem ez vonzotta a tekintetemet, meg nem ez vonzotta a kapcsolatot. De nincs meg, vagy nem éged bele a retinádba az első pillanatban. Hogy... Ne így igen, felszisztettél. Még mindig megvan a pohár, amiből leharaptál egy darabot. Igen, benne van a szekrény, de így van. Egyébként van egy másik sztorim, és az is óriási volt. Ez meg az volt, mert elmondhatom gyorsan. Hát ezzel kapcsolatos? Így van. Igen, persze, persze, hát igen. Akkor mindenképp.
nem voltunk a csajokkal nyáron vacsorázni egyet, de csak csajok, és egy olyan hosszú ruhát vettem fel, ami alatt, hát nők vagyunk, nem csak én vagyok ezzel így egyedül, úgy voltam vele, hogy jobb, hogyha nem vetek fel a bugyit, mert átlátszott volna úgy a pánt, és ez engem zavart volna, de mivel egy hosszú ruháról volt szó, ezért ez nem jelentett problémát. Na most jöttem, de mentem be, ugye a párom észrevette, és anya, nincs volt az bugyi. Jó van, kicsim, hát most... Mondod neki, hogy ne húzd fel magad, mert kimegy a vér az agyadból, és elájulsz. Így ismerlek, már le kell feküdnöd, ha felhúzod magad. Gondolj valami másra. Elefánt! De várjatok, aszarva akaratlan meghalotta a 7 éves kislányom. Hát képzeljétek el, hogy 2 nap múlva addig hisztizett a mamáiknak, hogy bugyi nélkül ment el fagyizni. Az kemény. Az kemény. Mama meg így nézett, hogy úgy de fura ez a család. Aztán egy hét múlva ő jött elő ugyanezzel. Aranyom, halányom és az unokád, és akkor én sem veszek fel bugyit a szőlősbe. Olyan Istenem, de jót Barbie, tudtam. Szerettük a sztorit. Szerettük. Hogy hívják a párodat? Mr. Ne, csak kérdez, van beceneve? Van beceneve, vagy neve, hogy János Gábor? Nincs. Csabi. Marci. Marci. És mi a foglalkozása? Ő a csomagos postás. Na jó, ha ebben már nem menjünk bele. Puszi, ciao. Ciao. Ez óriási. Azt mondja, volt férjem legszívesebben zsákban gumicsizmában járatott volna, az új párom szíves ellát csajos cuccokban, önbizalmam lett, amit a volt férjem elnyomott. Jobban érzem magam, kikérem a véleményét, hogy mit vegyek fel az új párom. Azt mondja, hogy ha az új párom hamarabb megvan, most nagyobb cicim lenne. Ezt Éva küldte nekünk. Új kapcsolatban vagyok, és tanulnom kell ezt a viselkedést, mármint, hogy a párom mit nem kedvel. Sok olyan dolgot, amit eddig észre se vettem, dekoltás, bimbó villantás, nyilván nem szándékos egyik se részemről, de nehezményezi. Ő azt mondja azért, mert az én házam, az én váram, ne nézze más, nézőpont kérdése, próbálom betartani a kérését, ezt Anita küldte nekünk. Nem az a baj, hogy a csaj kiöltözik, vagy esetleg többet mutat, mint kellene, hanem az, hogy ez csak nélküle teszi. Az én volt barátnőm csak akkor csípte ki magát, ha nélküle ment valahova. Velem meg étteremben is melegítőbe járt, mikor meg szóvá tettem, én voltam a féltékeny zsarnok. Hát de lehet valami. Tehát ezt adom, hogy vagy veled is öltözzön ki jól, amikor te mész melegítőbe, már egyébként kicsípi magát, az mondjuk nem jó. Ez jogos. Mondjuk fura kontraszt is azért valljuk be őszintén. Tehát ez egy ötök melegítőben van, a másikatok pedig kicsípte magát. Igen. Vannak durvább, aki szeretem hajpántot hordani, a férjem megkérdezte, kiraktad a seggigérő homlokod? Ha nadrágot vettem fel, nadrágba raktad a lapos seggedet? Amikor elvett, még tetszettem neki. Azért, ugye? Azért ez nyomasztó is tud lenni. Igen. Fú, rossz fej. Vettem egy felsőt, amiből kint van az egyik vállam, a férjem kiborult, másnap vettem még 4-et. Ez a szagy neki. Van itt azért frusztráció, tehát azért itt van, igen. Nálunk ez örök vita, az amúgy szuper férjem vérre menő hisztit rendez minden reggel, ha meglát egy mini ruhát, vagy amit gyakrabban hordok, egy mélyebben dekoltált felsőt, ő azt mondja, hogy ez csak az övé. Mi van? Kérdezi Kata. Na hát, és még sok-sok SMS, csak nincs már időnk. Igen, na, ezért tudtuk, hogy ez egy érzékeny pont a kapcsolatban. Ez egy jó kis téma így van, egyébként. Így van, és egyébként tényleg elég merész volt az a ruha Kata a sztori gálán. Mert lehet, hogy sarka katakültenek. Ja, próbálnak követni. Kicsit leestem a vonatról. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, és ugye egyszer már korábban én beszéltem arról, hogy nálam milyen érdekes csatornákat fogni. Hogy milyen érdekes csatornák vannak, mert ott van többek között például az Érd Televízió, az Érdi Híradó. És Phoenix TV. Egy csomó mindenem van. Egy csomó mindenem van, hogy ezek archív csatornák, vagy nem tudom, de zseniális adásokat találok. És van egy úgynevezett hatos csatornám. Van hatos csatornátok? Nincs hatos csatornátok. Ez a neve csak, hogy hat? Ez a neve, hogy hatos csatorna. Hatos. Nem éltetek még igazán, ha nem láttatok hatos csatornát. Én este 9 és 10 között azzal mulatom az időt, hogy mindig először is nem kapcsolom be a kis, nem tudom, a kis dobozomat, az a set-top boxot, hanem csak simán földi sugárzású csatornákat, van 20 darab, azokat így áttekerem, de ilyen Pax TV-ért 2, ja, hát hatos csatorna, olyanokat találsz, hogy megőrülsz tényleg. Pax TV nekünk is van. Zseniális beszélgetések, zseniális stúdióvilágítás, izzadó vendégek, minden van, tehát komolyan élmény nézni. De nem is ez a megdöbbentő a dologban, hanem az, amit én láttam a hatos csatornán, és én azt hittem, hogy ez már nem csinálják, vagy hogy ez már kiment a divatból. Na, valaki bugyi nélkül portörölgete? Nem, Anetka már nem jön vissza sajnos, pedig azok egyébként egy szabadabb televíziózás időszakát jelentették, amikor Anetka esti tornázott. De hát hasonló a színvonal.
ott meg csinálják ezt a távgyógyítást, amit ugye régen nagyon sok helyen csináltak, a Budapest TV-től elkezdve, én nem tudom hány helyen gyógyítottak, ugye hát a Gyurcsók volt ennek a... A képcsőre. A nagykövete, igen. Hát ne hátulról előre. Igen, érzi a melegséget, igen, befostam. A burkolatot ne távolítsa elé, baleseti és életveszélyes. És van egy pacák, aki egyébként már régebben a Budapest TV-n is gyógyított, és én azt hittem, hogy őt nem nagyon engedik már tévé közelébe. De a Palival nincs baj, tehát szimpatikus, meg teljesen normális, de hogy ő még most is gyógyít, és távműt. Távműt? Na most 10 évvel ezelőtt távműtött valaki a Budapest TV-n, és akkor azt még sokan menyalták, oké. Okay. De a Pali a mai napig dolgozik, és a mai napig végrehajt különböző műtéteket. Dolgozik. Igen, ez a szó, ez nekem is praktizál. Doktor úr. Doktor praktizál. Igen, ők a telegyógyítók, és mondom, a 6-os csatornára kapcsolsz, akkor látod, hogy ott van egy Tamás nevezetű orákulum. Orákulum is. Aki lejegyzetetem csontkovács, spiritista és fantom testműtő. De várj, akkor fantom testeket műt, vagy? Fantom testműtő. Tehát ő azt mondja, hogy van a tested, a fizikai tested, és akkor az asztrál test, az éter test, nem tudom, és a fantom test. A fantom testműtő az nem a stúdió? Hiszen ott műti a fantom testeket, amikkel ő nem találkozik, hiszen azok fantom testek. Figyelj, a Pali megdöbbentő. Tehát az, hogy ő élőben neked megcsavargatja a gerinc csigolyáidat, mint amikor te odamész valakihez és megcsavargatod a mellbimbóját, de hát akkor ugye van fizikai kontaktus, hogy kiemel, hogy visszatesz, hogy... Kiveszi az egyik gerincemet és visszatesz. Megműt. Megműt a pacák egyébként. És mindezt úgy, hogy közben ugyanazokat a mozdulatokat csinálja, mint a tanárbá, ugye mindenki elődje a Gyurcsók, hogy simogatja a testet, letisztítja az aurát, kiemel, forgat, visszatesz, kommunikál közben. Az egyébként 80 pluszos, nagyon aranyos, kicsit zavarodott hangvételű, nagyon idős nénikkel, akiket baromira tudok sajnálni, de ha nincs más, akkor próbálják meg ezt is. Nem tudom, hogy ez a jó megoldás. Körülbelül ilyen beszélgetések annak, hogy igen, aranyom, nagyon fáj. Letisztítom az asztrál testet, kiemelem a gerincet, csavarok rajta egyet, visszatetszem. Köszönöm, már sokkal jobban vagyok. Vissza tudnál rakni egy percre a gerincet, mert most oda kap a szilva lekvár. Körülbelül ezt hallod, és gondolkoztam azon tegnap, amikor én ezt láttam, hogy ez most felvétel volt, vagy élő, nem tudom, lehet ez egy régebbi adás ismétlése volt, hogy vajon lehet-e ebben hibást keresni? Kell-e? Vagy van egy kínálat, van egy kereslet, az ember betelefonál? Hihetünk-e annyira valamibe, hogy tényleg meggyógyuljunk, és ha nekem kiemeli a bal agyféltekémet, megmasszírozza, akkor valójában elmúlik-e a migrénem? Szóval, hogy működik, mi a lélektana, és ki az, aki egy ilyenbe betelefonál? Nagyon érdekes a dolog. Hát, a lélektana, abszolút. Amikor 80 pluszos szegény nénit kihasználják, és az utolsó figyelmét is elveszik, nem csak ők vannak, de nem használod ki, senki nem áll a néni mellett fegyverre, hogy telefonáljon be. Ez a kihasználod a szegény nénit, oké. Még nem bízik már a körzeti blokkiban, érted? Tudod, hogy nem kezdte megcsinálni ez a fiatal ember, az nem állt ilyen fiatalon, nem lehet jó orvos. De gyerekek, micsoda bátorság gerinc műtétet végrehajtani? Altatás nélkül. Altatás nélkül gerinc műtétet végrehajtani, azért arra tényleg, tehát készülnek, bemosakodnak, haddoki van, asszisztensek vannak, anesteziológus, mindenki. A pacák meg ott ül egy feltűrt új és flanelingben, és megműti a gerincedet. És a döbbenet az, amit nem tudtam megfejteni tegnap se, hogy mitől mondják azt, hogy jobban vannak. Ő nem mondja azt, hogy hazudja azt, hogy jobban van, megkérdezi jobb, és hallom az ember hangját, az igen, már nem fáj annyira. Már nem fáj annyira. Nála is a megműtött gerinc. Jobban érzi magát? Nem. Akkor be kéne fáradnia az irodánkba, be kéne fáradnia hozzám, mert hogy ugye annak idején Gyurcsók úr azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha neki nem sikerült ott a televízió képernyőjén keresztül élőadásban megoldani a problémát, akkor el kellett hozzá fáradnia Visegrádra. És akkor ott viszont tudod segíteni. És akkor ott meg igen. Igen, készpénzért. Nyilván. Azt hagyja, hogy el kellett fáradni Visegrádra, de ott
De ott sorok álltak állítólag. Sorok. Tehát délután kettőkor odálltál 2 liter pívízzel. Hogy áldja meg a mester. Áldja meg a mester a pívízedet egyébként, és tudjál egy kicsit hidratálni, hogy ne száradjál ki. És fogadjál ezt a 30 tojás bio. Fogadjál a 30 vietek, és másnap hajnalban, 7:30 vagy reggel, te bejutottál hozzá. Sorok álltak. Sorok álltak az ő Visegrádi utcájában. Tehát elképesztő, hogy kiben van a hiba? Aki csinálja, aki gyógyít, hisz benne, működhet? Valójában lehet, hogy működik? Mondjatok rá valamit. Hát, hogyha nekem fájna, én nem mennék el egy ilyen emberhez a gerincet. Nem lehet a gerincet, nem lehet úgy megműteni. Jó, de akkor egy migrénnel, egy csiklójával, egy tért fájással. Ez népetetés, hát nem lehet. A próbálja az evés, tehát hogy én azt gondolom, hogy fenének utána kéne néznie a csomagnak, hogy hát, ha van egy olyan csomag a helyi szolgáltatónál, amiben benne van a melyik tévé, hatos csatorna, érted, oda kell ülni a tévé elé, azt mondani kell neki, hogy nagyon fáj abban a felső. Tehát valami, lehet, hogy... Nekem most például fáj a lábam, fáj a jobb lábam. Na, persze, akkor most fölhívom a Tihanyi doktort, és akkor ő azt mondja, hogy akkor Ferenc, feküdjön a hátára, kicsit megrángatom, ez most lehet, hogy fájni fog, és akkor nem fog fájni. Hagyjál már, Balázs. Én a végén mikében azt mondom, hogy működik. Hát, ha találunk egy hallgatót, akin ez működött. Tehát telefonáljatok be nekünk 555-55-00, mondjátok el, hogy mivel telefonáltatok be. Azt már nem ismerem feltételezni, hogy hát, ha találunk valakit, aki így gyógyít, hallgat bennünket, és bemer telefonálni adásra, mert annak örülnénk a legjobban, nem akarjuk bántani, nem akarjuk ízekre szedni, csak mondja el, hogy milyen képesítése van. Igen, én a hatos csatornán éjjel egykor aura látok, azt rá testeket tisztítok, és nem tudom, porckorok, sérvet műtök, hogy mondja el, hogy csinálja, milyen képzettsége van, engem az milyen a képzettség érdekel leginkább, hogy történt a tanulás, tehát a tanulásnak mi volt a folyamata, hogy őt is távtanították, vagy levelezőn tette le ezt, vagy pedig meg kellett jelennie valahol, és oktatták. Várjál, ő fantomtestet emelt ki. Hogy? Ezt mondtam, fantomtestet. Fantomtestet. Nem az enyém, mert fantom. Kiemelte a fantomtestet. És úgy szájtát van észre. Én ezt évekkel ezelőtt láttam már. Tehát én erről tudtam, hogy ez a jelenség van, csak én azt hittem, nem láttál hogy... semmit, csak néztél egy embert, aki beszél, nem? Igen, hát úgy értem, hogy láttam ezer évvel ezelőtt a Budapest TV-t. Láttam a Phantom TV-t. A Budapest TV-n ő meg egy ilyen baromi nagy, valószínűleg hamis perzsa szőnyeg előtt üldögélt, és iszonyatosan teker csavart, és baromira műtött. Jó, akkor hogy működik? Tessék. Hallottam tegnap, hogy kapcsolták be folyamatosan a hallgatókat, mindenki 5-8 percet szánt, körülbelül megműti, helyre rakja, és azt mondja, hogy igen, jobb. Azt érzi, hogy meleg. Tényleg meleg? Hm. Tényleg. Hol meleg? Fáj, ha itt most megnyomom? Mit? Nem volt ilyen. Nem tetszik itt lenni. Nem volt kétkedő. Nem volt olyan, aki azt mondta, hogy nem fáj, nem érzek semmit, nem lett jobb. Mindenkinél működött, és mindenkit meggyógyított. Statkók? Hát van benne szemben. Hadd betelefonál, hogy működjön, és a többi aztán nem statiszta. Hogy működik? Nem, tényleg, az első statkó. Szerintem az első az. Tamás, úgy érzem, hogy igen, már kell szállni a pörk a szám szélén, hogy akkor át tudna nézni a konvektorra is. Mert hogy az ember elvégez bizonyos tanfolyamokat, és hisz bizonyos dolgokban. Tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet mondjuk energiával gyógyítani. Nem azt jelenti, hogy nem működne az agykontroll. De amikor te kézzel kiemeled a gerincet, szerintem... csavarsz egyet a fantomtesten, visszarakod és kész a 8 órás gerincműtét, az egy picit azért furcsa. A legfurcsább az, hogy érzi mondjuk a paciens, hogy jobb neki. Na, tehát hogy ez tényleg hogy működik? Nyilván tudod, hát nyilván azért telefonálsz be, mert számítasz a segítségre, tehát kell, bajban vagy, és már sehova nem tudsz fordulni. És van egy ilyen szuggesztív ember, aki elhiteti veled, hogy ebben a pillanatban ő gyógyít és segít, és elkezdesz hinni neki. Mert én egyébként az energiával, való gyógyításban hiszek. Tehát, ha valaki energiát fetszöl például egy orvosi diplomába, akkor én azt gondolom, hogy... De én szerintem ennél bonyolultam a dolog, hogy összetettem. Tehát van egy csomó ága, vannak bizonyos energiával dolgozó technikák, a tai chi, a qigong, a reiki, a nadi, ezekben azért lehet valami, sokan csinálják, sokan gyógyulnak ezzel, de azt is elmész, megtanulod. De egy televízió képernyőjén keresztül azért nagy bátorság kell valakinek megműteni a gerincét, nem? Hát, szerintem nem kell. Miért kéne? Nem merném megcsinálni. Hát de pont az, hogy... Mi van, elvérzi? Ja, tényleg. Hát mi van, ha ott neked érte, nem ébred föl az altatásra, túlaltatod, érted?
Még két nullásvért, még két liter nullásvért, nagyon vérzik, nagyon vérzik. Tehát, hogy azért ez, persze, vannak dolgok, amik működnek. Én sem azt mondom, hát én is foglalkozom egy csomó minden, hiszek egy csomó minden, mert ez nem azt jelenti, hogy én elutasítom, de a palit szájtátva néztem. Szájtátva néztem, és azt gondoltam, hogy kell ehhez igenis egyfajta bátorság így beülni, vagy arcátlanság, vagy valódi tudás, vagy nem valódi tudás, nem tudom. Hát, ő is hihetetlenül módon hisz a saját magában. Lehet, hogy ő is egy ilyen csodálatos gyógyításnak köszönheti azt, hogy elkezdett hinni valamikor. Lehet, hogy ő ott ült a képernyő előtt, és még a klasszikus érában valamikor beült, és a Gyurcsok úr meggyógyította. Aha. Érted? Leszett a hályogot mindkét szeméről. Igen, és akkor ő megfogadta, hogy ő is erre igen. az útra lép. Mert hogy működik a dolog, igenis. Na, ha van hallgatónk, akit valamikor tényleg távgyógyításon keresztül meggyógyítottak, akkor telefonáljon. Hogy még egyszer mondom, hogy hátha, aki tényleg bennünket hallgat, és beült már valamilyen csatornára, és csinált műtétet, vagy akár, hát kicsi az esélyed, de ha Tamás bennünket hallgat, vagy szereti a műsort, akkor szóljatok neki, hogy keressük őt, és csörögjön be, és mondja el, hogy mit jelent az, hogy valaki fantom testműtő spiritista csontkovács? Az utolsó kettőt értem. Figyelj, ha betelefonál tényleg, és így elintézi nekem, hogy ez a pár idegesítő. De ne mondd el, akkor mi bajod van. Tehát ne mondd el, hogy mi bajod van. Tehát ha ő betelefonál, akkor csak mondd el, hogy nagyjából hol érzel valamit, de ne mondd el konkrétan a szervi bajodat, és nézzük meg, hogy meggyógyít-e. Jó. Van valami bajod neked? Igen, van. Nem mondom el. Így 50 felé már van egy-két dolog? Persze, szerintem rá tudom nézni egy-két dologra. Úgy érzem. Tehát van egy-kettő titkos. És ha már itt van, akkor lepotyoghatna egy pár vathús is a hátadról. Azt én leszedem neked. Kérdezi egy hallgató, jó, akkor varracedésre vissza kell hívni? Hát ugye, nem, ezek felszívódó varradok. Mit tesz be? Felszívódó varradok? Kontrollra, tényleg. Hívjon egy hét múlva varracedés. Elképesztő volt, mert hogy tudom, mondom, én ezt láttam már sok-sok évvel ezelőtt, a YouTube-on is nagyon sok van, Budapest TV, beütitek Budapest TV élő gerincműtét, és Tamás műt. Tehát Tamás tényleg kiemelés, és műt. És azok egyébként, akik ezt a hivatást tanulták, és hogy a hagyományos utat választották, azok időnként szerinted oda kapcsolnak, hogy kicsit tanuljanak, hogy tágítsák a tudatukat, hogy a kollega... Aki valóban ez, aki mondjuk gerincműtétet hajt végre. Igen, aki rendesen orvosként tanult egy izét, mit tudom én, jó, hát nyilván egy gyengébb képességű orvosról, ez mondjuk 10-15 évet is tanult ahhoz, hogy legyen benne elég bátorság, hogy egy másik embernek a gerincéhez hozzányúljon. Érted? Azok így leülnek a tévével, és így nézik, és így tanulnak, nyilván, és próbálják meg elsajátítani azt a fajta tudást, amivel Tamás rendelkezik? Ebből írják a disszertációinkat, igen. Na, van valaki, aki becsörgött Anna itt nagyon integet. Haló, jó reggel, ciao. Na, sziasztok, Tihanyi, Tamás vagyok. Tamás! Ebben nem nagyon bíztunk, hogy megtalálunk. Tamás, hello, jó reggel. Kutatásokat hallottam. Nem akkora csoda dolgok, ez egy tanulható dolgok. Na, várj, kezdjük az elején. Minket hallgatsz egyébként, tényleg? Én minden reggel hallgatlak benneteket, amikor jövök be a rendelőbe. Azt hittem megérezted, hogy rólad beszélünk, és becsörögtél. Nem, mindig hallgatom, és körülbelül olyan 8:30-ig szoktam hallgatni. Megülök reggel a kocsiba, a Maglócétiből jövök be. Hát igen, a műtétek előtt kell egy kis ugye vidámság. Tamás, hogy szólítsunk, Mester? Tamás, az jó, Tamás. Na, én elkaptalak téged a 6-os csatornán. Ott vagy, jól mondom, hogy ez a 6-os csatorna lehetett? Igen, sok éve vagyok ott, igen. A 6-os csatornán elkaptalak, te régebben a Budapest TV-n voltál. Igen, és én nem tudtam, hogy te még ezt mindig csinálod, és én elkaptalak a 6-os csatornán, és szájtátva néztem egyfajta nosztalgikus élményekkel, mert ugye régen téged néztelek a Budapest TV-n. Igen. Magát sajnos az a televízió kárért. Mondhatjuk így, hogy megadta magát. Igen. Na, nem is tudom, hol kezdjük ezt a dolgot. A gerincműtétnél, vagy hogy te mikor vetted ezt észre, hogy tudsz gyógyítani, hogy működik ez, tényleg működik-e, és aztán szeretném, ha kicsit minket is megkezelnél majd. De úgy fogom megcsinálni, hogy egyszerre mind a hármatokat a végén beszél után. Csak az a rossz, hogy rádióban nem a legjobb, mert akkor az ember egy kis ideig csöndben van, tudod, mert koncentrálni kell, ugye? És a rádióban ugye nem lehet látni dolgokat, ugye, és az a... De hát semmi gond, de egy-két perc, hogy a végén megkezeltek. Hát a tévében se látunk sok mindent, csak hogy a kezeddel így kalimpálsz. De közben az agyammal én dolgozom, szóval ez nem úgy van a kezemet. Elmondom, miről van szó. Minden ember testében van fantom energia.
energia. Na, ha valakinek levágják a lábát, fáj a lába, azt mondja az orvos, hogy fantom fájdalma van, egy a fantom energia. Tudjuk jól, hogy minden embernek van egy energia mezeje, és én gondolatba arra tudom hívni azt a testrészt, fantom energiába, amire nekem szükségem van. Ezt ki mondja, hogy minden embernek van fantom energiát? Ezt honnan tudod, vagy ezt honnan veszed, vagy ezt mire alapozod? Hát mondom, hogy onnan tudom, hogyha valakinek tegyük fel, levágják a lábát, és fájdalma van, mint a lába ott de lenne. Fantom fájásnak hívják. Fantom fájdalma, mert a fantom energia ott marad. Ha neked például kiveszik az egyik veséret, tegyük föl, akkor is lehet néni 10-20%-os energiaszintet, mert ott marad a fantom energiája, az nem tud elveszni onnan a testből. Aha. És én gondolatban... A gerinc műtétnél bent van a gerinc, nem? Úgy van, hogy egy kis része, az energia része kerül ki, az energia része, azon én végrehajtom gondolatba, meg kézzel is nyilván, amit végre kell hajtani. Megmondom, mit csinálok. Kihúzom a gerincet, meg csavarok rajta balra-jobbra, azért, hogy a meszesedések letörjenek. De várjál, de hogy tud letörni, hogy a fenébe tudna letörni a meszesedés? Ne idegesíts, hát az, hogy te kiemeled a gerincet és csavarsz rajta kettőt, ettől nem tűnik el a meszesedés. Nem rögtön, persze, utána visszarakom a fizikai testbe, és egy idő múlva nem azonnal az átíródik. Mi van akkor, ha kiveszed a gerincet és megszakad a telefon? Te most a kérdezik? Semmi. Kiveszed a gerincet, ott áll a hallgató, lejár a kártyája, áramszünet, és paffabba a pillanat, vége az adásnak. Mi történik? Ott ül hülyén, és nem tud kimenni a hűtőszekre. Ott van a szolgáltató zöld szám, amit fel lehet írni. De komolyan kérdezem, hogy te kiemelt gerincel ott ülsz. Eltűnik a hallgató. Akkor teszem a gondolatba a testébe, az kész, ennyi. És akkor mit érez, amikor te kiveszed a gerincét? Van, aki érez, van, aki nem. De várjál, Tamás, hogy tényleg kiveszed valakinek a gerincét, az a telefon megszakad, nyilván nektek menni kell tovább, mert mégiscsak adást csináltok, kettő-hárman betelefonálunk, és a végén ott állsz a műsor végén, nálad van egy gerinc, már azt sem tudod, hogy kihez tartozott. Hova rakod vissza? A gondolatban, akivel beszéltem, az én gondolatomban benne marad, ráhangolódás alapján. Ha én veled beszélek, akkor azáltal, hogy beszéltem veled, ráhangolódtam, ugye? De most tőlem ne legyen semmit azért. Nem, vagy szóljál valamit, elvetem a beszélgetés végén, kérem vissza. Nem erről van szó, csak próbáltam elmagyarázni. Persze. Azt hiszik az emberek a tévéműsorban, hogy valami és bármi a tévén keresztül megy, semmi nem megy a tévén keresztül. Ha én beszélek valakivel, akkor a telefonon keresztül ráhangolódtam, ha meg energiát adok, vagy egyéb dolgokat, az ugyanúgy megy, mint egy telefon vagy bármi sugárzás, mindenen keresztül. A tévének csak mint műsor van. Műsorként van jelentősége ebbe a dologba. Tamás, te ne haragudj, hogy ilyet kérdezek, te magadtól találod ki ezt a rengeteg hülyességet, vagy ezt te olvasod valahol? Te nem te képzed magad? Hogyne, minden két-három hónapban volt szerint teljesen lecserélődnek. De mit csinálsz? Hogy hol képzed? Milyen képzés ez? Tehát mivel van, hogy én kezelem az embereket, és közben, mint egy sugallat, jönnek föntről az ötletek, tudod, mint valaki segítene föntről engem. Mami, hogy most cseréld le a gerincműtétet, és helyett egy más módszerrel, nem tudom, tisztíts aurát? Az auratisztítás az már nincsen bennem, mert amikor az idegrendszert kezelem meg, az immunrendszert, a kezelési módszereim ezeket mind beállítják, a csakrákat, idegrendszert, mindent beállítanak a testbe. Jönnek föntről az ötletek, ez azt jelenti, hogy egy emeleten fején van a kreatív producerete. Mindegy, hogy hol van, tök mindegy, az valószínű följebbről jön az valamivel, valószínű. Nem, az jönnek, ezek mind saját módszerek, és azért sok ember elmondhatja már, hogy segítettem rajta. Voltak, akik ugye halálba voltak, és visszahoztam embereket, volt, akinek le akarták venni a lábát, három nap múlva ezt nem vágták le a lábát. Szóval vannak érdekes dolgok, ez a gerinc, mert ez egy nagyon kicsi része annak, amit én csinálok. De ugyan nagyon sok embernek van gerinc problémája, csak azért csinálom ott ezt a fantomütöt a tévében, mondja, hogy fáj a dereka, mert inkább csontkovácsolással csinálná meg az emberek ezt a dolgokat, de ott nem tudod, mert nincs ott az illető. Neked van egyébként csontkovács képesítésed? Hogyne, tanítom, minden hónapban egy ilyen tanfolyamon van. És ott hozzá is nyúlsz a betegekhez? Hát itt tanítom itt az embereket, fizikálisan bemutatom. Fenn a honlapunkon egyébként van is egy teljesen... És akkor én is tudom csinálni, ha elmegyek a tanfolyamra. A
akkor igen, persze, persze. Van egy spiritista ott iskolám, ott ezeket a ezoterikus spiritás dolgokat, hogy iskolád is van? Igen, van, igen, igen. Sok éve, 10-11 éve. Azt a mindenit. Hát ez nagyon kemény. De nagyon működik, nem gondolnád, ez mind megtanulható. Ez én egy csomó mindenben hiszek, meg egy csomó minden ezzel foglalkoztam, igen. Tudom, igen, gondolom meg. Figyelem, na most, ha Pránanadi működik, igen? Akkor ez miért nem működhet? Nincs ilyen a Pránanadi, hogy emelt ki a fantom gerincet, csavar rajta egyet, és lehullik a messzesedést, de nincs ilyen. Aha, tehát te nincs, nem tudsz messzesedést leszedni rólam. De ha látod, hogy ne legyen áram szünet. Nehogy eltűnjél. Hát azért mondom, hogy egy kis része, ez a fantom műtőt, egy 1%-a abban a repertoárban, amit csinálok. Nagy részt ugye spirituálisan az agyon keresztül ugye megváltoztatom a dolgokat, mert tudjuk jól, az agyunk mindenre képes, és az én kezelési módszerem abból indulna ki, hogy az agyban kell mindent megváltoztatnom ahhoz, hogy a test jól működjön. Hajhullást tudsz gyógyítani? Nem kizárt. Sose lehet ígérni, mert hajhagymákat ugyanúgy lehet kezelni, hát mint bármi más, ugyanúgy lehet. Azért rajta mit ott már, azért megkopott már a szőrzet, tehát hogyha... Van, ahol sok van, ott nem kéne. Hát én sose szoktam ígérni, nem szabad ígérni, különbözőek vagyunk emberek, ugye nyilvánvaló, de nem kizárt a dolog. A megállítás az lehetséges, az már majdnem biztos, de hogy vissza, az nem tehát tudom. Tehát agyban dől el minden, tehát elvégben mindenre képes van. Így van. Tehát, hogy pár évvel ezelőtt betelefonált volna hozzád Voksán Virág, hogy kacsaszájat szeretne, akkor nem kellett volna elmennie sehova. Neked volt olyan egyébként, hogy jól emlékszel, hogy volt egy olyan adás, amikor elment a hangod adás közben, és azt mondtad, hogy valaki megátkozott, csettintettél és visszajött? Én egyszer láttam egy ilyet. Igen, az volt, hogy valószínűleg többen megátkoztak. Próbáltak mágiázni engem, mert egy tudok beszélni. Szakmabeliek nyilván irítségből kifolyólag, és a csettintés azért volt, mert védelmet tettem magamra közben, és a csettintéssel ugye kezdem és zárom. Csettintéssel beszaladnak a biztonsági őr? Én itt ülök minden nap két vérszívóval. Tamás, mondd el nekem, ez hogy működik. Tehát én mostantól kezdve, ha engem bántanak, mert azért itt adunk egymást, én akarok egyet csettinteni és védelmezni magam, hogy ezt tudom használni? Tehát ez egy működő dolog, de meg tudom magam védelmezni. El kell mondani azt, amit akarsz. Csettintéssel indulsz, és mondod azt, hogy mostantól azonnal, nyilván nem akarom tovább mondani. Elmondod, hogy mit akarsz, milyen védelmet akarsz magadra tenni, és a legvégén csettintéssel lezárod, és akkor azáltal te X időre, mert X időre van megszabva a program szerint, hogy mennyi ideig tartson, akkor erősebb, ha X időre van megszabva, és akkor kapsz védelmet. Aha, minden reggel szoktam csinálni magamnak, amikor nem felejtem el, mert van, hogy elfelejtem. Gyógyítást, védelmet. Figyelj, akkor ezt szerintem le is csekkolhatjuk, mert most elmondtad az elméletet a dolognak. Balázs nem egy hülye gyerek. Ő most ezt így elsajátította. Szerintem most két zene között én elindítok egy rettenetes jobbost. És... Várj, megnézem a Balázsnak az állapotát, tessék? Az immunrendszere Balázsnak. Na. 10%. Akkor várjál, most én vagyok a betelefon, fura, mert van egy hívás, amiért te fizetsz, ugye? Hát ez egy ritka állapot, mert általában ez fordítva működik. Nem fizetős ez. A tévében a telefon nem fizetős, az rendes normál utcai telefon. Na hallott, 10%-on van az immunrendszered. 10%-on van az immunrendszerem? Igen, hát ez... De miből látod ezt, hogy miből gondolod? Megnéztem, most itt ülök a szenzetvillemet, amit láttad. De mondtad, hogy kocsi, hogy benéztél a kesztyűtartóba, vagy szólnál? Már bejöttem már rendelőbe közben. Ja, rendelőbe. Nem messze állok meg. Valami komolyabb bajom is van, vagy csak 10%-on van az immunrendszerem? Nem jó, mert ha nem ad elég védelmet, nem működheti a testedet úgy, ahogy kell. Ugye az immunrendszerünk az egész testünk egy gyógyítja. A gerincemhez nem nyúlhatsz, már most szólok el a kezekkel. Jó? A gerincemet nem adom. Ha kiveszed a fantom testemen keresztül a gerincemet, csavarsz rajta egyet, felordítok. Jó, most minden nem ér. Minden nem ér. A bal arcán van egy csúnya pattanás, ha azt el tudnád tüntetni, akkor... Tamás, most egy baráti alapon most, Tamás, csettints már föl neki vagy 25-re. Kicsit dobjál már akkor rajta, ma még megyek forgatni, és egy picit feljebb tudsz hozni? Hát akkor, ha leraktuk a telefont, akkor utána majd koncentrálok rád, és akkor majd feljebb hozom a dolgokat. Ez akkor is működik, ha nincs kapcsolat, telefonos kapcsolat? Azért, mert nekem a agyamban benne marad, ugye, hogy mivel beszéltem, meg amúgy azért ő ismert ember, azért sokszor látjuk különböző helyeken. Mit látsz, Ferin? Tessék, ott mondjuk van baj bőven. Ott van, mit látsz. Nézd meg a Ferin, légy szíves. Ferinnek a központ idegrendszere 10-20-30-40-50-60%-osan működik. Ez mind? 10-60%? Nem, eljük a számban. 60%-os, ez nem olyan rossz eredmény.
nem olyan rossz eredmény egyébként. Az immunrendszere 10%-osan, és megnézem... Neki is átragadt róla. Stressz van a testén, mert 95%-ban a bajt, a betegséget, a stressz okozza. De mivel nézed, egy műszerrel? Van nekem a kezemben ez a szenzerbű, nem tudom, hogy látod. Egy stresszmérő? Nem, hát azt is tudom mérni a stresszt, ugye. Ha a stresszt ugye megszüntetjük a testbe, akkor... Nem, csak hol lehet ilyet kapni, vagy hogy ez milyen műszer? Lehet, azt lehet kapni ilyet. Az a lényege, hogy a 95%-ban stressz van a testbe, az gátolja az immunrendszerünk működését, és ezért a testünk rosszul működik, nincs meg a védelem, nincs meg a, az, hogy gyógyítsa a testet, és változásokat hozzon. Aha, mi a neve ennek egyébként, ennek az eszköznek? Szenzebil. Szenzebil. Csak akarsz magadnak szenzebil. De a Feri jól van, egyébként megyek hazafelé itt a Európa. Hát megmaradnék pár napig, a Feri még megmaradt. Én is birkóztam, mint te. Balázs, én vállalkozó birkózó voltam, én Pécsről kerültem Budapestre, mert ott birkóztam a pécsi vasutasba. Ott kapattál egy nagyobb ütésre. Vasasba kerültem, és itt vállalkozó birkózó lettem. Vasasba birkóztam én is. Na jó, Tamás, örülünk, hogy betelefonáltál. Én nem hittem benne, hogy téged megtalálunk. De hát örülök, hogy beszéltünk, tényleg örülök, nagyon örülök. De mi is nagyon örülünk. Koncentrálj ránk akkor egy kicsit még adás rendben után. Van. Jó? Jó, sziasztok, minden jót kívánok nektek. Vigyázz magadra! Tihanyi Tamás, Csontkovás spiritista, fantom testépítő. Nem. Fantom testműtő, bocsánat. Nem gondoltam volna, hogy betelefonál. Összeengedhetnénk a vágóval egyszer, tényleg. Ez egy érdekes beszélgetés, nem, hogy kettőjüket adásba tenni. Hát elviekben ő tud szemet is gyógyítani. Hogyha a végén így az Istennek így fejről lekerül a szemek, és így, basszus, mi történt? De nem lehet, mert ő nem hisz ezekben. Ő csak olyat tud csak maga gyógyítani, aki hisz a dologban. Uh-huh. Tehát úgy nem lehet, hogy nem hiszel. Tud kérni álfaszámat a szenzebűről? Vagy... Szóljál be valamit? Mondjál nekem bármit. Neked? Szólj be. De bármit? Próbálj megbántani. Na, csak mondj már bármi, ami jön, ne gondolkozz, ami jön. Aha, ja, de nem, várj. Szólj be, kíváncsi, hogy működik. Ja, csak mondjam, köcsög. Hogyan? És de most zárd le! Nem, ez betalált. Várjál, nem akkor. De hogy? Előbb kell csettinteni, vagy jó, utána? Jó, ezt élvezed, hogy most nyújt. De nem, csak egyszer, ez egy egyszeri ajánlat volt. Egy az, hogy betalált? Nem működött a pajt, pedig Gyuri volt és 103. Istenem, hát gyerekek, mindenki döntse el, hogy amit hall, az jó vagy nem jó, igaz vagy nem. Nem tisztünk igazságot tenni. A mi legnemesebb célunk a szórakoztatás. Szerintem aztunk rá okot. Aztán döntsétek el, hogy akartok-e telefonálni, vagy nem. Zseniális. Zseniális. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, vészhelyzet van otthon. Vészhelyzet. Na, nálatok? Nálunk, igen. Várjál, próbálj. Most nem megyek el adásból, de... Nem alszik a gyerek, hát most már ne aludjon. Ne, 4-10-kor az már nem akkora baj. Nem eszik. Nem. Megfázott. A büdös életben nem találjátok ki. Megint elhoztad Viki bugyiját? Azt mindig elhozza, az már nem gáz. Csak egy ideig vágott most már egyébként. Ahogy ülök, még egy picit kényelmetlen. Már hiányozna, ha nem vágna. Fél hétkor vettem eddig észre egy Viki bugyiját, jöttem el, most már 3-4-10-kor, mikor elmegy pisni, jövök rá. Na, megint a feleségem bugyiját tettem föl. Egyébként nem is annyira rossz. Nem. Dráma van. Elleptek minket a kukacok, de olyan szinten, hogy most tényleg pánikban vagyok. Aha. Pánikban vagyok, mert tegnap kiderült, hogy a kis spejzben, ami a hűtő mellett egy kicsi-kis raktár, ott tele van kukacsal a fal. És ezt leporszívoztam az összeset, elmormoltam egy imád, hogy úristen, ha ez most számít valamit az újjászületésben, akkor egyszer 1 millió öltem meg, tehát valószínűleg hangya leszek 1000 évig. És megpróbáltuk átválogatni dolgokat. Egy-két régi liszt, meg nem tudom, kidobtuk. Most ez semmi. Most írt a Viki. Óriási baj van az étkezőbe, a székek, a plafon, a spejzba, a komplett fal, a konyhában, a teljes mennyezet. És mondom, már az étkezőbe a székeken másznak föl. Ezek a pici, nagyon vékony ilyen kis, nem tudom, ez liszkukat, nem tudom, milyennek a neve. Fehér színű és kis fekete feje van, vagy ilyen világos színű, és kicsit a vége sötétebb. Én csak azt néztem tegnap, hogy szívja a porszívó. És mondta a Viki, csak azért nem küld képet, hogy még 10 óráig tudjak valamennyire koncentrálni az adásra, tehát így minden. És Viki most nál az asztalon, és mennyezet. Konyhába a teljes mennyezet. 200 négyzetméter. Rohagy meg.
Mondom, a konyha. Nagyon. És... ja, de hülye vagyok, tényleg, ez nem hentem, bánts meg. És most már az étkezőben a székeken is jönnek föl. És Viki hogy áll az asztalon sikít, és úgy telefonál, vagy hát jó nem, média? Most én tegnap kiszedtem a porzsákot a porszívóból, ami azért volt, hogy nem tudtam újra lecsukni. Én nem tudom, hogy miért nem, hogy... Nem is az, én most egy morzsaporszívóval háborúzik. Tehát áll szerintem a konyhapulton, vagy az étkezőben, és sikongatva egy morzsaporszívóval. Megöllek benneteket, próbálja őket felszívni, én is tegnap egy ideig porcióztam, aztán feladtam, és morzsaporszívóval mentem, de nem tudtam megcsinálni a porciót. Ezek honnan jönnek, mondja? De figyelj, csináld azt, hogy honnan jönnek ezek a porszívóból, nejlonzacskót raksz bele, felszippantod az összes kukacot, amennyit csak tudsz, aztán kiveszed, kiugatod a zacskót, és megfőzöd, mint a gyorsrist. Jó, és megeszem. Figyelj, hogy honnan jön, megmondom én neked. Be kéne csukni otthon ezeket a rohadt zabos zacskókat. Ezt most komolyan mondom neked. De nem találtunk semmit. Azért, otthon mert elbújtak. Otthon zabot, rendesen esznek. Figyelj, ez jönnek, és bementek a van sarokba. Van egy cső a spejzban, hát nem spejz, most nézzük a... Jó, a hal. Nyilván értettük, persze, nem, ez egy nagyobb, egy hűtőkamra, egy állatfeldolgozó. Igen, persze, nyilván egy vágóhíd van a konyhánk mellett, persze. Egy egyméterszer, egyméteres kis fülke, ami van egy ajtó, és ahol ilyen bébi kaják. Persze, a konyha aulájában. Igen, persze, jó, oké, igen. És ott van elvezetve az a víz, ami jön a fürdőkádból. Az nem onnan jön. És a cső körül vannak nagyon sokan. De nem lehet, hogy egy egér felmászott a csőbe, csak elneszelnek, a melegre mennek, de egyébként nem innen jönnek. Nem, az egér nem jönnek? Az nem ilyen. Nem. Az milyen? Az csúnyább. Azt nem azt majd, megtudni, azt majd az holnap. De honnan tudom, hogy ez most milyen kukac? Ez lisztkukac. A lisztíző kóstolj meg egyet. De honnan tudom, hogy hol keressem? Mi van, ha egyszerűen fölkapják a házat, és arrébb viszik? Kaja. Komolyan pánikba vagyok. Kajás vagyok. Nem fogják fölkapni a házat, akkor megnyugtatunk, lesz, jó? Nem és a gyereket se rabolják el. De még eltelik egy nap, és lehet, hogy a komplett nappaliba mennyezett tele lesz kukacsal. Csak egy ilyen lángszóróval kell majd. Hogy írtam ezeket ki? Hogy mondom meg, hogy menjenek arra? Meg. Megkeresed a bajforrását, és kidobod az udvar, és utána mennek. És összeállnak egy nagy kukacsal. De ez nem jó, hogyha kérek valakit, hogy hozzon 4 csirkét, egy kakast, egy... Az nem rossz egyébként. És felszedegetem vele, csak a mennyezetre nem van tud fölmenni a tyúk. Van fém a plafonban, mert ha a mágnest akarsz, vagy fémet alá a tyúkok lába, és így... És felmásználok a plafonban, felsétálnám. Diód van. Tessék? Dió. Vagy valami mag egyéb. Van. Csomó minden van a kis éléskamránkban, igen. Én azt a gyümölcs, kis dió, mit na, tudom, sörélesztő pehe, annyi minden van, nem tudom. Sörélesztő pehe, tehát titkos izé, szeszraktár, aha. Sörélesztő pehe, sörélesztő pehe. A dió krémet én azzal csinálom, sörélesztő pehe. Fogd meg a diót, vág bele, tegye vele sörélesztő pehet, egy egész Kalifornia paprikát, névi fokhagymát, darád össze, és kész a dió krémet. Ezt így csinálom a fejből. Diókrémet sörélesztő pehelyet. Én egy kanál sörélesztő pehelyet teszel bele, fogsz egy pohárnyi diót, azt beleöntöd, belerakod a sörélesztő pehelyet, belevágsz egy Kalifornia paprikát, pici vizet adsz hozzá, teszel hozzá fokhagymát, és az egészet egy turmix gépbe pépesre kevered, aha, és kész van a diókrémed. Mikor csináltál utoljára diót? Hát egy hónapja körülbelül. Egy hónapja, akkor ők már benne laktak abban a dióban, bizony, és meg is ették. Oh. Figyelj, mikor, de ez egészen pontosan meg lehet határozni, hogy a dátumod, mikor hallottad először a konyha használnál a Benitől azt, hogy apa, szeme van a rizsnek! És boldoggal! Mit kell csinálni? Találja meg a forrást? Meg kell találni a forrást, az alapvető, és meg kell tőle szabadulni. Atyaisten! Na jó. Fűszer, tea, liszt, gabonapehely, bármiben benne lehet. Az egész kamránk úgy, hogy van, jól kivéve a konzerveket, tehát a székely paprikás. Tehát ami le van zárva hermetikusan, azt nem. Azt nem, viszont tök igaz van a férjemnek, hogy bármiben beköltözhetett. A műszaki cikkeket, azokat áthozhatod hozzám, azokat majd én... A készpénzre vigyázok én, ami otthon van. Hogy én nagyon félek tőle, hogy az LCD TV-ből is beköltöztek. Szerintem a set-top boxba is, a Blu-ray lejátszóba is, ezeket mind áthozhatod hozzám. Mind Blu-ray lejátszó egyébként. Jó, oké, abszolút. Jó, köszönöm a segítséget, hát akkor hazamegyek, és akkor itt gyorsan fogok tényleg valamit, kipakolom a lisztet. Hát jó. Vagy ahogy írják a hallgatók. Csettint. Ja, csettintsél egyet. Hát a tihanyit kihívom. Hát ér, csettint egyet, az leesik minden a plafonról. Hozzá a kis mosogatógép hűtőszálát, amivel így kolbászolod bent a hatos csatornán, és majd nézze meg az aurájukat, a kis léckukacoknak, és pucolj el onnan az összeset. Bemegy a konyhába, csettint egyet, leesnek a plafonról. Már írok a Vikinek egy SMS-t, hogy Viki, csettints. Tamás, Léci, a stukkók, ja? Bocs. És visszaugranak a plafonra.
Figyelj, na, már látlak egyébként, ahogy ott állsz. Viki kérdezte, hogy a lezár dolgot is dobjam, ki most visszajöttem neki, hogy csettincs egyet. Most kíván csak erre mit ír. Harcol a kukacok, és visszajöttem, hogy csettincs egyet. Most elküldtem neki esemet, hogy csettincs egyet. Miért nem tudsz semmit komolyan venni? Nem, már most elolvasta 9 óra 21-kor, most megértem, hogy csettincs egyet. Már ír, várjál. Írtam neki, hogy csettincs egyet. Már látom, hogy géppel. Micsoda. Szegény. Akkor még akkor csettincs kettő. Ő most nagyon küld. De visszaírta. Visszaírta, hogy micsoda. Ne, nem érti, hogy csettincsen. Szegény kém, édesem, mert ő nem hallgatta. Vagy ezért írt. Nem hallgatta az adást. Vagy steppelj bugyiban. Ezt is írt már, mondjuk. Jó, oké. Mit ír rá? Steppelj bugyiban. De meg vagy éppen hadakozik, de te haján a Noel jobb, egy borzsakocival sikítva, tudod, mert annyira utálja ezeket a kukacokat, és annyira fél tőlük. Steppelj bugyiban, várjál, Ril. Itt áll. Az empatikus férj. Megyek kicsim, fél tizenegyre már felveszem veled arcod, addig azonban nagyon jól szórakozom. Mire az érek, nyugi legyen. Mire az érek, egy se legyen ott. Nem, megyek, segítek. Jól van? Jó lesz, már látok magam előtt, mint Ellen Ripley a bolygón elve halálba, hogy tárazol be, ahogy rakod magadra, hogy tolod be gránátokat. Én hazamegyek, felveszek egy fejpántot, és csak annyit mondok, adjunk nekik, Vasquez. És egy lángszóróval leszedem őket. Na jó, mi van, ha összegyűjtöm őket, és legalább nyitok egy orgázboltot, az nem jó? Az nem rossz. Fogom, beütő ilyen kis, tudod, ebből a kis nyugtatós dobozba egy berakom, és akkor így beladom. Hát nem ezt rakjátok ti nagy horgászok a bototokra? Hát ez egy picit kicsi hozzá, de szerintem lehet vele próbálkozni, így, többet fűzünk fel. És hogyha például kihozol otthon a konyhaszekrényből egy fiókot, és ráraksz egy ilyen hosszú bőrszélt, és a nyakad bakasztod, és kimész valamelyik horgásztónak a partjára, és kiabálsz, hogy itt a finom potyka csemege! Potyka csemege! Szerintem ebbe van ráció. Ez miért van nekünk egy bodzolink, ha nem arra, hogy jöjjön ki és írtsa ki ezeket? Erre? Miért tartjuk mi Bodzolit és beszélünk vele két hetente, ha nem azért, hogy legyen ott 10 óra 10 perc, hogy segítsen nekem megélni ezeket a nyomorúságás állatokat, mert tényleg elhordják. Mi ezeknek a kukacoknak a természetes ellensége? Azt kell odavitetni. A bodzoli. Igen, de a csirke nem mászik fel a plafonra. Csak nehezen. Tudod, vagy földobálod. De akkor már hosszú körlözi. Találati állító, hogy egyet leszedeget van 4000 tudod csak a plafonon, túldobom. És Viki gyúrvál a karémot, basszus, bedurraltak. Nem bírom a kakast. Ja Istenem, hát nem. Látjátok, hogy mivel kell küzdenem? Hogy komolyan? Hát mivel a madarak is jók ellene. Igen? Ilyen repülő kis madarak a kertből. Azt mondtad, hogy vannak madaraid. Na, persze, hogy vannak. Na, engedd be őket, fölcsipegeti. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.